Na helyhó, szevasztok, szép reggelt mindenkinek! Ali-ali jó reggelt! Szabad Demizson, Kassandra, Ragadozó, Kromex, meg mindenki más is, aki itt van ezen a utolsó előtti challenge napon, tehát már mindjárt eltelt a hét, mindjárt itt van a péntek, ugye a péntek az utolsó napja a challenge-nek, és akkor úgy voltunk, hogy nincs mese, meg kell tolni, mert egyszer jelentkeztünk rá. Szerencsére, hogy itt én elindítottam a gépemen a PUBG-t, és kimentem a kajámért, mire visszértem, megint kék halált kapott a gamer gép, tehát itt valami, tényleg valami probléma van majd, ennek utána kéne, hogy gyerek, de hát valószínűleg ez nem most lesz, mert egy másodpercnyi időm sincsen. Ilyenekkel foglalkozni, hogyha itt vagyok, és nem kapok kék halált, akkor jó, amikor mindig akkor kapok, amikor távol vagyok, az egy fokkal jobb, mert akkor megvan a titka, hogy nem szabad elmenni a gép elől, de ja. Jó, akkor megy a YouTube, megy a Twitch, én gyorsan TikTokot elindítom, aztán itt is vagyunk. Pörög a challenge tovább, hát körülbelül egyig érek rá, mert utána délután egy rendezvényre kell, hogy menjek. És akkor utána pedig este érkezünk vissza, mert ugye lesz a nézőjáték, amin ugye mindenki részt tud venni. Menő a pólóm? Na, örülök, ha tetszik, szerintem is ez egy jó pólócska. Elindul a live is, PUBG Go Live, az ott működik, ez itt működik. Megnézzük, hogy a hang az akar-e működni egyből, vagy sem. És akkor most meg elindítjuk a PUBG-t. Jobb klik PUBG, és akkor most kell imádkozni, hogy ez a géphez ilyen zöld színű maradjon, mert hogyha itt változnak a színek, az azt jelenti, hogy újraindult. De most úgy is fogjátok látni az arcomon, hogyha kék halált kap, és szomorkodni fogok. Vagy az arcomon ez ilyen kék fény elkezd világos lenni. Jó, közben én visszanémítom magam, itt teljesen, mert én már ready vagyok. Ja, tehát tovább nyomjuk Dórival. Hali, reggelt. Jó reggelt! Gyamak, haló! Nem mehet is. Igen, igen, én is ugyanezt csinálom éppen. Mondjuk az előbb én elindítottam a PUBG-t, csak azt mondta a játék, hogy egy kék halált ad gépemnek. Úristen! Nem tudom, mi történik most, hogy milyen Windows update volt, de most napi szinten kapom őket. Annyira nem jó. Neked nincsen ilyen problémád, vagy te nem frissítetted le őket? Nekem kék halálom, az nincs. Az jó. Az a jó, hogyha de... nincs, akkor az maradjon is úgy. De tudok sokról, aki... akinek van, vagy volt, vagy szokott lenni. Ja, de amúgy erre most látom, hogy nyom végig nyugodtan, majd DM-ezek egyet. Mi a? Jó, de megijedtem, ember. Ijeszgetnek téged? Kora reggel? Tudod, miért kell ezt? Mi se értem. Na nézzük, tehát itt van SMG Balance, TDM, Blue Bomb Rush, Intense Royale. Most azon gondolkozok, hogy ezt kipróbálja, megnézzük az új SMG-ket. Hát, pár perc alatt belefér, megnézhetjük, hogy mennyivel lesznek erősebbek. Mondjuk itt van Erangel TPP Squad, de micsoda? Most kiszúrt. Ja, hogy ez nem is TDM mód, hanem ez külön rendes játék. Mi? Tehát várjának így nincs is értelme, főleg, hogy két percesek jó. Én azt hittem, srácok, hogy ez ugyanúgy izé. Ez ugyanúgy egy arcade TDM mód, csak SMG-kkel, de ez igazából ugyanúgy egy Erangel pálya. Mi? Ez nagyon fura. Yes. Ezt nem is vágtam, hogy ez így van. De neki semmi értelme nincsen. Akkor oké, hogy ezt nem hozzák a test szerverre, jó, most a kamerát úgy nem látjátok, hogy mi van itt, de ugye itt van ez a Gameplay Labs SMG Rebalance mód, és hát ennek kéne ugye úgy működnie, hogy tudjak tesztelni az SMG-ket, de én azt hiszem, hogy ez TDM-en belül van egy külön SMG mód. De nem, hanem ebben az a legdurább, hogy ez TPP-ben van, Erangelen, és ugye... Aj, gyerekek! Hát ez így jó para. Én ezt azt hittem, hogy ez rendesen működik, de ahogy látom, nem. Szevasztok, Halli, mindenkinek jó reggel. Hé, Kászok, itt bejöttél ide? Gyere csak mindenki fele. Gyere. Ja. Gyere, azt mondjuk azért. Érdekes út. Micsoda? Ti van? Ja, igen, elfejtett a mafla. Gyere, Szoki. Gyere. No. Szotyi. Ready. Ready vagyok. Nem akart Szotyi kijönni.
Szotyi, Szotyi, gyere! Nem örülök neki, hogy ilyen kék halálokat okoznak itt a dolgok. Ja, elég van, az az esemény van. Sajna. Nem eszi a reggelét a kisbaba. Nem egyszerű ez a kutyás élet, mert valami kaját azt neki, olyan érzés van, mint hogyha x idő után hozzászokna, vagy megszokna, és utána nem akarja ezt tenni. Elég fura. Ez van, ezt látom. Mertek, ezt visszarakom ide. Igen. Úgy így, hogy csak dúózunk, a kamerát nyugodtan lente vehetném. Különleges, hogy ott fönt legyen. Elég, hogyha itt van. És akkor nincs ott az a brutál nagy rész. Hogyság az volt ezzel a bőr problémával? Az semmi változatlan a helyzet. A bőr problémával megvan, megmarad, az valószínűleg eltűnni nem fog. Néhol pirosabb a testem, most például itt a nyakamon lehet látni, hogy valami van. A kezemen lehet látni, hogy valami van, de hát ez ugye mindig fürdés után pirosabb. Most ugye reggel fürödtem megint. Most bepirosodott, de hát ez pár óra aztán elmúlik, és akkor nincs ilyen. Kell mellé még egy kucsus hirtelen mindent meg fog enni? Ezt látod? Te mit tudsz, mi igaz. De most jelenleg egy kutyával tervezünk. Nem tervezünk még egyet. De igen, az biztos, hogy nem hagyna meg kaját, mert a másik megenné, és akkor olyan opció viszont nem létezik, hogy az ő kaját más megegye. Ja. Amikor leszoktunk menni morrot, ugye néha kettő, meg még ritkábban, amit nem, kettő kutya mindig van, mert ugye Szotyi meg Boni, és néha van egy harmadik kutyus is, hát akkor ott teljesen futkároznak ezerrel össze-vissza, meg minden kajából esznek, minden vízbe lesznek, aztán ott kell őket teregetni, hogy nem, ez nem a te kaját, te csak ezt tegyed, te ilyen érzékeny vagy, te azt nem eheted. Nem egyszerű. Ja, nézzük. Működnek a csetek, szóval Laci TikTokon, élőcseveg és YouTube-on. Na így mehet. Hát egy jong, hát ha jönnek sokan. Yes, egy reggeli jongnál nincs is jobb. Hogy is van? Első nagyváros, zuhanó repülő. Kedvencem. Igen. Nem is tudom, hova essünk itt. Ti a kutyusnak hányszor adtok kaját egy nap? Hát ez enyém, ez egy kicsit furán működik nála, vagy előtte egész nap kín van a kaja, mert száraz tápot kap. Ja, értem. És alapvetően nem szereti. Uh-huh. Hát nem jönnek túl sokan. Beugrok a kamra. És ja, és emiatt csak így eszi meg, hogy amikor éppen kedve van, tud egy kicsit változgat. Uh-huh. Vannak rajtad? Aha, én fájtolnék veled. De ő nem akar fájtolni. Betörte? Uh-huh. Jaj. Próbálok addig lutolgatni még egy kicsit, hogy ott így... Ott. Az nem egy fejtes vagy, gyereke? Kérdezem. Hát emeletre szalad, lehet, hogy hírt keres. Hát ott mini orki van és kétszer-háromszor kap kaja. Hát a társat nem hallom lépni neki amúgy. Nem, ez itt egyedül van. De jövök.
Igen, egyelőre. Ott van még elméletben mellett? Na biztos, hogy itt van. Kidobtam. Szóval most megjön a társa is. Kidobtam, bocsánat, akkor a gránát. Vagy, nézd be. Hát balra fekszik az asztal mögött. Szép. Most már nem fekszik az asztal mögött. És ötös amúját elveszem. Persze, az annyira nem siet el a dolgokat. Nem. Közül még én egyszerre olvasok. Ja, persze, amikor mi eszünk, akkor a... Három csetet. Ja, nem? Mit? Ne. Van rá valami needed, vagy nem? Nincs, sajnos. Oda belövik. Hát vassza bemászott. Szerintem, ja. Biztos. Milyen kartam nem lehet. Őristen. Hílelgetek akkor itt egy kicsit esetben. Viszont ezek persze ránk fognak pusholni. Itt szétfüstölöm meg magunkat, aztán tudunk tovább menni. Google-ben egy ház ajtajába. És onnan a 8000-es szkópjával lövöldözik ránk. Jó. És akkor most nem tíkem. Ez a kedvencem, gyerekem. Hát nem látom. Közel lefutok felé. És látom most tíkelni. Sehol semmi. Semmi trap, síri csönd. Négy eszkop kell elhozzam? Nem, meg vagyok, köszönöm. Akkor mehetünk felé, hogy halljuk, hogy merre trappol. Hát fél, ez egy lövöldözős játék, aztán nem mer kinézni. Erben volt citrom. Lövédletben, de... Valószínűleg azóta már világ végén van. Hallok lépést. Találtam. Itt volt már narancson. Ja. A túloldalt? Mhm. Yes. Ez a blokkba fönt. Nice. Nokkos. Van rám egy bézim, vagy rá egy bézim? Azt téged fogyalt meg? Fejtetted? Nice. Nem tudom, nem voltam full HP-n. Hát nem voltam full HP-n. Nem így láttam, mert nem akartam időt húzni. Vagy nem tudtam, hogy a társa, azt hittem, hogy szedi, és akkor egyből rámegyünk, de nem így is jó. Hát jó. Dragonovat kell akkor találni, aztán lepenelni az utcsót, vagy valami ilyesmi. Igen. Maradhat az SLR. Mennyi? Ennyi híja van az emberünknek. Ó, itt van az út közepén, az újra szedőpont. Közben már van 6x-em, találtam, köszi. Jó,
Kanada. Vagy... Most jött át egy kocsi a hídon. Arra kinézek, hát ha... Jó, mit kinéz egy pillanat? Hát ha itt megállnak visszafele fájtolni. Ott van Laci. Megálltak itt nálam. Lövöldöznek visszafele. Ó! Oh. Itt nokoltad, leelőttem az embert? Citrom mögött konkrétan. Ott fogja szedni, ahol a smoke van. Ja. Jövök én is. Ott rá. Az... kemény. Nem látom egyiket sem. Másik szelfédes, nem? Igen. Felszedte magát. Gondoltam, ledobom pennel, aztán pont felszedte magát. Ez jó. Rajtad van? Hát a hullámon volt, igen, de egy HP is amúgy. Ez kemény. Gondolom, a kő mögött fog bújócskázni. Az jó. Unlucky. Mit hallottam jobbra? Addig is ijatunk, mert Bandi kiváltotta. Őt hallottam jobbra. Hát ez most visszanyalt a fagyi, annyira szét akartam trollkodni, csak... mert sokáig tudta szedni magát. Ezt megérdemeltem, ez most... trollkodás volt részemről. Kavár. Rám is szeretem az összeset. Az összeset. Hát szóri, ezt én trollkodtam le. Már az volt a baj, azt hittem, hogy az első gyerek a szelf, és azt lőttem le, és mire a másodikhoz visszataláltam a füstön keresztül, addigra már ugye pont fel tudta szedni magát. Nem volt annyi időm, hogy... Enti-enti. Lekenjem. Mindjárt jövök egyszer. Jaj, jó. Közben, hogy itt vagyok, csak befejezem a reggel, itt van még pár falatom, de ezt gyorsban akarom nyomni. Mi a kaja? Kérlek szépen, ez tegnap készült ilyen csirkemelles, tésztás, rizses, csirkemelles, tésztás, zöldséges valami. Nagyon finom. Nagyon cucc. Milyen egeret használok? Logitech Superlight-ot. Nagyon jó, nagyon szeretem. Köszönöm a követés, Máté. Ó, meronga. Az öröm, hogy itt meg az update. Melyik update? Ez a szülnapos sztori? Thank you.
Na igen, Laci? Hú, ez az altatózene nagyon kemény. Na ugye? Ráadásul hangos. Igen. Hangos, de beáltató. Igen. Újra is indul. Én nem lett vége. Nem, ez never ending zene. Hány szarattok enni szotyikának? Szépen, hát amikor ugye kisebb volt, akkor háromszor, most már visszatértünk a kettőre, csak nekünk az a baj, hogy megunja a kajákat. Tehát az elején nagyon szereti őket, nagyon imádja, a falja, mint az állat, és így aztán meg csak ott hagyja. Tehát olyan, mint a megunnál, vagy nem tudom. Tehát de ez nem kéne variálni. Sok ugye csinálja, mit adtok neki? Hát petsépet is adunk, tápot is adunk, mi csinálunk is neki ilyen izét, édesburgonyát meg csirke mellett, tehát hogy nem tudom, sok mindent. De darabig, meg megunja. Nagyon fura. Petsép az nem nagyon vizes egyébként, mert mi azt hiszettünk le róla. Magyarul az betisél tőle. Rendszeresen. Szotjanak nincs ilyen. Ezek mik? Botok jönnek csak, vagy? Nem tudom. Bejövök P2-re. Igen, amúgy ez mostanában sokkal probléma, amúgy ez a válogatós. Nyilván azért válogatósak, mert megtehetik. Okos fejükkel. Yes. Ja, használják, amúgy nagyon vicces. Cére esett az egyik csapat, jól láttam? Szerintem igen. Meg egy csapat talán hátra. Ennyi. Cédránium. Hát az nem sok. Mit mondja, akinek macskája van? Én nem tudom, én mindig azt tudom mondani egyébként, hogy tudod elfelejteni, hogy ők állatok, tehát... Hopp! Dulus... Két Timo. Egyik. Szóval igen. Mondta a másikat itt nem hallom lépni bent. Ah, de alattam, sunyú. Nem bent alattam a házba. Jajjunk! Felleszélye. Egy mászkány, jaj, de cuki, nyitogatja az ajtót, közben valkolgat. Csak hol a spanya? Jó kedves. Nem tudom, hogy szobában bújócskázik, valami fentre bedobtam egy flash-t. Ja. Ott van, itt. De jó vagy. Na, odébb mennél, haver, hogy el tudjak menni. Mondjuk Dragunovéval. Akkor ezt elvesszük tőle. Hát, másképp nem mozdul, akkor nem ért a szép szóból. Megadtam neki az esélyt pedig, de nem élt vele. Na jó. Nem tudom, hol a társa. Nem píkön éjszakból. Látom. Narancspinem van előttem nyakon. Szerintem ez a társa, a másik gyerek, aki ott volt hátul. Igaz a píkában. Onnan VSS-sel. Mi visszapíkel? Kemény, aha. Mi mindig a narancspinem van ott jobbra? A citrom van. Itt középen. Hát nem, ez nem a társa. Miért engem lő az is? Te vagy ott?
Hol szedi szerintem? Hát füstbe középen. Megérkez a tántúrral a társa. Ugye ezt megpróbálom nakolni Dragunovval. Ezek itt füstbe úgyis elmenekülnek, healelnek. Tehát már nincsenek itt bent közel, szerintem. Ja. Bentebb lépne. Nem, egyéb. Konténer? A konténer, a másik meg az ajtóból fog kint. Nagyon sokat kapott, jobb oldalt van. Rengeteg, hogy elfut. Van egy molom, hogy kell. Az baj. Ja. Ja. Az egy laza helyes de volt tőle. Volt a 25-ös szintű szupis alkáma az ember, az úgy eltüntetett hallott, hogy... A társa meg ott állt a lépcső, mint egy Botticello. Hát áll neki. De sütös playerek? Hát egy-kettő, hát pont nem lett volna meg a izé sztori. A hit kill sajna. Ja, úgy látszik, Olli, nem tudom. Igen. Súlyra kell ugrani. Ja, középre be az elején nem szeretnek kiugrani. Na nézzük, Nagyhegy, micsoda? 4-20, mit kérdezel? Ezt nem értem. Közben Krisztián, jó étvágyat, köszi mindenkinek. Csak a kuponokkal nem vagyok kibékülve, hogy konzolra nem kapjátok meg soha. Én nem értem, hogy ezt miért csinálják, hogy ennyire két irányba nézik a PC-s PUBG-t, meg a konzolos PUBG-t. Lehet megnézni az állás? Sehol sajnos. Amit nagyon sajnálunk, tehát így igazából egy héten keresztül folyamat grindolnunk kell, mert nem tudjuk, hogy hogy állunk, hogy benne vagyunk-e, vagy sem. Tehát azt hiszem, hogy elég rosszul csinálták meg, de nincs más opció, aztán vel. Jó lenne nyerni nekünk is lootot, meg nektek is lootot, ezért ugye hát nyomni kell non-stop. Na nézzük! Csak nézz utána, hogy az állatorvos mit javasol, etetés matiket, ez ideális. Nagyon csodat leszek, ha nem sikerül. Nem, nem biztosan, mert így is jók vagyunk. A Train Station, talán az jobb lesz. Amúgy igazából én is azt hallom, hogy amíg ugye kicsi a kutya, akkor napi 3 étkezés, amikor már ilyen közepes, akkor napi 2, de a nagytestű kutyáknál a napi 1 az teljesen valid, én is csomószor hallottam ezt. Tehát ahány házi orvos van, vagy állatorvos van, ott is sok-sokféle dolgot mondanak, mert attól függ, mit adsz neki. Rendes kaját, főtt kaját, tápot, meg mi van akkor, hogyha reggel kiszorsz neki nagyon sok tápot, és akkor azt egész nap eszeget. Tehát, hogy... Hát, ja. Legkésőbb déltől vagy. Jó. Lehet, hogy előbb is hazaérek, de délre már. Itten leszek. Okse. Legyen így. Akkor úgy nyomjuk. Ja, elég nekem megugrani kellett volna. Nem baj, jó ez így is. Ez PUBG... pont tökéletes lesz. PUBG 2 az év vége fele lesz szerintem, de igazából az nem PUBG 2 lesz, csak én hívtam így. Ez igazából egy PUBG update lesz, csak ilyen nagyvonalú update lesz. Jönnek. Ne nézz körbe, jönnek. Ott az a sarok ott előtte nagyon tiszta, Brian. Ott. Ez a narancs valami? Aha, az ott tökéletes, igen. Atya Isten, mi van itt, hallod? Brutál. Vannak páran, igen. Baj már bele! Very nice.
Mia. Aki ott még valahova, körül. Aki nem tud felvavultolni az emberem. Hát jó. Finish Tényleg Edition akkor sem? Aha, igen. Hát volt bent valahol? Hát annak a másik végén. Itt a füstre mehetünk ilyen. Erre balról lép nekem. Na, még egy. Igen. Egy bicajos is van. Igen. Van a bicajos is. Jó, eddig 4 összesen. Nyertünk tovább itt ja. A füstre. Valaki flash-e? Ezt te flash-e? Nem. Dobok flash-t én is, de elég. Szép. Enok. Társa jobbra. Hú, de jó vagy, very nice. Hú, nagyon szörnyű vonatokra nem tudsz felvaultolni. Én ezt nem akarom elinni. Hát, de ez mi amúgy? Skippeljétek már, hogy ide nem lehet felvaultolni. Hát, hogy a csodában lehetne oda felmászni? És akkor hogy vagyunk? 6? Itt egy dragonov. Szerintem találtam nálam egyet a másik hullába. Ja, nálam is 3, akkor úgy 6-nál vagyunk, és akkor még egy kell. Jobbra. Valamit tudom. Szét. Igen. Fel egyes táskát, gyerekeim. Kell neked valami loot? Én nagyon teli vagyok most. Nem van dragonovod? Nekem van már, igen, azt felvettem. Előző hullába volt szerencsére. Aha, nagy épületben is vannak, meg jobbra mögötte is. Mert itt is követsz, nagyon kedves vagy, Lili. Köszi a támogatást, a követés, feliratkozást, mindent is. Azt hittem, hogy játékban. Tudom, nagyon kedves vagy. Hát lehet jobbra egy picit megkerülhetnénk ezt az egészet, vagy menjünk be a nagyba? Hát nem tudom, kerüljük inkább, és azt mondom. Hát a baj, nem tudom, hogy ez kerül ez a nagy épületes. Hát, labirintus. De tartok. Ez ki a szentesen? Meghalt. Az meghalt, ja. Bal oldalán itt volt a... Fenn van a... Mosa? Aha, fut el hátra. Ó, oh, mi ez a vonat? Ah, akkor én társanak a csipjér. Aha, lenokkolták hátulra. Ah, ez nem ugyanaz. Itt van a... Előttem van a... Hullájából szedi ki a lootot. Hát meg a másik irány... Narancspinen van ez a gyerek. Rám dobál valamit. Nagyon ügyik voltak. Na, két irányból jöttek, de akkor... De még itt egy hiányzik, az hol az utcsó, azt nem értem. Hol az utcsó ember? Ez meg sem ölik? Mit csinálnak? Keringenek. Hogy ez meg bent van az épületben. A 7 kill. Ja, 7 kill megvan, meg lehet Dragon of Kill is, az is plusz 10 pont. Tehát jók vagyunk. Talán ez a legjobb módja a pontszerzésre, hogy 7 perc alatt 7 kill, aztán go next, mert ugye meccs is meg lesz. És vagy az nem tudom, hogy... Játszott már 100 meccset ez a pár nap alatt? Szerintem meg van az a 100 meccs. Ha nincs is, akkor mai nappal biztos meg lesz. Szerintem általában napi 20-at biztos nagyon sokat játszottunk. Ja.
Igen. Hát a 20 meccs szerintem inkább csak a, amikor ilyen délig egyig játszottunk. Amúgy lehet. Amúgy lehet. Mert vannak hosszabb meccsek, amikor endgame-ig elmegyünk, ja. De simán van, amikor megint hot drop-nak véget ér a sztori, és azért pörögnek a meccszámok is. Van ilyen oldal, azt hiszem, hogy pubg.op.gg, és ott említették ki, hogy mennyit dúoztál egy emberrel, azt meg lehet úgy nézni, hogy ne az utolsó 20 meccset nézze. Az a baj, hogy szerintem hiába állítod át az időtartama nem változik a tartománya, hogy mi nézze a statisztikát, mert tudom, hogy LOL-ban van ilyen, és az tök menő, hogy minél tovább visszább görgetsz a meccs historitban, annál jobban számolja ki az átlag statjaidat. Szerintem a PUBG-nál pont nem így működik, pedig az úgy jó lenne. Do FPP. Jó, de itt csak a szégyenhagy. Na. Utolsó 20-at mutatja. Felkészültél erre? Hogy ne készült? Mire? Ki kell próbálni? Olyan, arra nagyon felkészültem. Én a medencé közepét próbálom becélozni, és akkor onnan vagy befutok ide ebbe a szaunás részhez, vagy ha medencénél van loot, akkor az... Igazából hát attól függ, hogy mi lesz a tiszta terep. Na, hát 7 perc, 7 FPS. Az jó, az jó. Ennek. Megnézem, amit küldtél Discordon? Persze. Stream után mindent nézek mindig. Ez csak 4 ember? Jól látom. Hát ezt jól látod, mert 2 megy jobbrább, odébb. Jobbra szerintem beúszhatjuk. Ja. Felfutó. Valaki szerintem bejött. Itt van egy lent, ja. Na jó van, DSS kifogyott. Tehát 2-3-szor eltaláltam, jobbra bement itt a kis szobába. De itt ide kúszok. Ja, amúgy ez kedvenc vektorod. Hát vaszeg nincsen híje meg semmi, aztán hátrébb fut. Ez mindjárt kipussa. Mindjárt te spanyával megérkeznek-e. Kaptány felszínű, kidaptam. Te? Mi szóló vagy? Ja, de azt hiszem még így rám fejel gyereket. Erre még itt valaki lép. Mi az fölöttünk van? Erre mögöttünk is törtek ablakot, azt szerintem a izébe. A finen. Azt is sem, de megint. Ja, meg fölöttünk. Kint is van az ajtóban narancsvénye, fut ránk. Várja, talált. Nézd meg, mi történik, gyereke? Ez mit van közel már? Ja, balra. Száz megy jobbra. Éj, bocsi. Dob valamit, figyelsz. Kívül a másik. Jaj, de jó, hogy... Az embernek az úgy lőtt, hogy... Beáldi eselve sétált. És teljesen balra nézett, hogy tudom, hogy királyba. És igen, csak az volt a baj, mire én pont kinéztem. Úgy volt, hogy egy célkeresztem, az a gyerekre nézett, csak hogy elkezdtem lőni, túl közel voltam a kanapéhoz, és a kanapét lőttem szét. Aj, de kár, zír. Hát ezt a nagypapit annyira nem szeretem. Hát szomorú voltam, amúgy meghalt volna, hogyha van HP-m, de nem volt. Unlucky. Nem tudom elképzelni, hogy mi az új meta, hova ugranak amúgy sokan. Ez a nagyon durva hot drop-okat, mert annyira nem szerették az emberek, és inkább ami kisebb városokba esnek, mert nem tudom. Az a baj, hogy én sem. Valami megváltozott, és már nem tudom lekövetni, hogy mi lesz a legfelkapottabb hely. Régen nem kellett ezen gondolkozni, mert egy hot drop volt, mindenki odugrott a pálya közepére. Ott volt 20-30 ember. Hát most már nem nagyon vannak ilyenek. Te van rossz, jó reggelt, Ali.
Meg Hali mindenki más, neki szava békamánia. Igen, azt Egyesével mondtam, szeret igen. számolgatni a meccseket. Igen, azt is olvastam. Igen, igen, Bobek, igen. pont GG-n, de hát... Szava Máté. Nem túl jó példa, mert az oroszlán van, hogy napokig nem eszik. Amit eszik, az kb. 20-szor gazdagabb tápanyag, mint a kutya kaja. Megvan még a klip, amikor a gránátot akarod fölvenni a földről? Hát valahol biztos megvan, mert azok egyszer egy klip elkészül, az nem törlődik ki. Legyünk egy ösztönös állatok természet, de egy oroszlán hányszor eszik egy nap? Hát, amennyiszer tud vadászni. Tényleg elég random. Ajjajjaj! Is úgy van, hogy a spejzba bemegy, és akkor kiszedi a kaját. Ott van egy állat, amit elejt, azt most nem tudom, egy nap alatt, vagy x nap alatt eszi meg, nem tudom, hogy ott szokták ezt csinálni. Mert ja, azért a kutya az egy házi állat, tehát nem tudom. Én csak azon gondolkozok, hogy a valószínűleg változtatni kell a kaját, mert ha egy kaját kap mindig, akkor valószínűleg azt megunja. Fene se tudja. Tegnapi nagy klip volt. Melyik, amikor molót bedobtam így a izébe, konténerbe? Az jó volt, kis barátom ott így feküdt bent, így nézelődött, hogy mindenkit leken. Meg izomból így nyomtam egy ilyen átugrást. Ez lehetetlen gyorsan lelőni. Ezt még nagyon profik se tudja. Sziasztok, bocsi, hogy előre nem köszöntél. Ennél nagyobb bajunk ne legyen, Dominik. Yes. Hová tűnt a szőrzet? Hát, néha. Havi egyszer. Az a kicsi, ami kinő. Reggeli. Le kell szednünk. Hát, akkor itt van az új meta. Délelőtti PUBG session-ök. Dóri áttér a délelőtti streamerek világába. Igen, igen. Csak mondjuk az a baj, hogy szólóban az... Hát most próbáltam szólóban játszani, de elég fura volt. Igen. Szóló az egy más világ. Igen, ott fura, hogy ott nincs ilyen, hogy lenokkolódsz, és akkor van egy második esélye, hanem ott egyből véget ér a buli. Hát ja. Hát ugye azért, nem tudom, kövesebben is vannak azért ott több a bot. Több a bot, tényleg? Aha, hát most az első két gémben rengeteg bot volt. Na. Hát most hova menjünk? Nem tudom, megpróbáljunk, hogy hát nem tudom, hova mennek be, nincs tippem. Minas? Hát nézzük meg Minaszt. Mi történik ott? Egy kicsit nehéz, hogy nem tudom, hogy... Szóval Medi Csumi Pezó. Bándőtél a League of Legends Story, tegnap sokáig vittem, nagyon tetszik, van a házhoz több platform, nagyon multifunkciós, az hátisba rakott ház. Hát nem tudom, nem biztos, hogy jönnek belőle, ide. Köszönöm, megmutattad. Nagyon jó az a game, orosz, yes, az nekem is nagyon tetszik, nagyon szimpi. Más streamen előre kell köszönni? De hogy kell, nincsenek ilyen ez szabályok. Egy, egy jobbra, elénk baszki, pedig pont ezt akartam mondani, hogy... Szeretem a kantrátot előttünk, mert... Hát akkor gyors, ezt meg kell nyerni, és akkor a maradékot ott levadásszuk. Hát lehet, hogy ezeket békén hagyni, és akkor odafutni. Hát, az is opció. Olyan opció is van. Na, egy-egyet már lekentek. Egy sapi kell, aztán felőlem mehetünk. Még amúgy hova esik? Jó, ez itt van mellettem a gyerek. Mi? Melletted? Kaja? Hát így, aha. Narancspin. Nice. Első itt van ment a narancsba. Köszi. Stream Elements Random küldi a szponzorációkat? Hát, ez nem így működik. Random küldi, hát nem is küld semmit, inkább maradjunk annyiba. Annyira random küldi, hogy nem küld semmit. Na, akkor menjünk át a izére? Aha, mehetünk. Nézem gyorsnak a... Elé, másiknak a lootját. Ott minia volt. Ezt elhozom. Látod, wow. Bakit, muszáj, muszáj. Most a lootja lett a gyereknek.
be tudunk legtöbb pontot gyűjtögetni. Ja. Ez mi, ez az utcsa előtti nap? Van egy PUBG partneres duo challenge. Felkite event parancsot beírod, akkor ott meg tudod nézni a részleteket. Bros playing normal games and holding. Yes, bro. Very nice. Have a nice day, bro. Gyerek, az lesztalkolt, és írt egyből itt streamen nekem. Mit írtad? Hát, hogy normálban játszok és letartom szegényt, nem tudta ezt feldolgozni. Ja, hát sajnálom. In the rank you will get eaten? Yes, but I'm not playing rank because it's so tryhard, so yes, I'm just added for you, bro. Mobil verzióval nem játszok, Bence, én PC-s vagyok. A mobilt azt meghagyom, akik mobilon akarnak játszani. Hát tudom, nekem egyszer küldöttem, hogy 200 dollárt kaptál volna, érted, de neked nem kell neki ilyenek. Na. Ó, szép. Hát akartam ott. Két dó van. Nem az egyikük napon. Hát az 6 kilőn tartunk majd. Kettő negyvenről lövöldözik, igen. Igen. Van egy izé, dombon narancspinen. Ja? Gondolom, te nem az a harcolsz. Nem. Citrom. Kettő nap voltam és lekúszott az emberi. Ebben van itt citromon. Ja, oda is nézek, a narancs az of course most nem píkál. Tudok oda hozzánk? Ha kijönnék, ha találnék. Ott van kint? Mert van ma. Ja? Másik felül. Alul nappalta menjük. Felül van? Aha, kis ablakba. Nem, megjöttem a négyed, basszus. Very nice. Tehát nagyon sok fejes kell. Hát, és akkor... Mint a narancspinen van még fönt valahol egy csapat. Igen, még belül is volt. Nem látom őket most. Én sem. Valamit beszélni kellett, hogy milyen a játék, stb. Játsszál vele 5 órát. Hát jó, de hát az... Mindenki olyan dolgot vállal el, ami neki jó. És ilyen bóc játékokat hiába küldenek, azokkal nem akarok játszani. Egy píkelként narancs. Foga, az kerülted nagyot. Nem felettem. Kamény. Kettes vesztem. Kell a heal? Van. Nagyon. Finals játékot próbáltam már? Persze, ez jó, jó nagyon. Ja. Bocsi, ahogy éreztem, hogy ott fog jönni a gyerek, és ott is jött, de... Nem baj, meg vagyunk. De azért engem fejelt. Hát, lehet én fejeltelek el, de... Nem, ő. Lövik hátba, ha megölték a társát. Narancs pinnon van még egy. Az a baj, nincs vesztem. Jaj, van egy egyes vesztem, nice. Ebben van 3-as kevó videó. Ah, vigyed, nyugodtan. Píkel egyelőre. Parancsol. Nem píkel? Nem láttam. Én nem láttam. Mit volt lentebb, balrebb? Ha, jön balra még. Jött a hulla.
Ez teljesen balra fog itt jönni. Helyes az honnan? Nem pika. Van a ház. Talán kívül. Akár lőni. Na jó. Bizonnal a világ végére, hogy tud előni ideig. De mi a ki füstöd, vagy van füstöd? Egy smokon van. Egyet kidobtam én is. Hát, ez a közeli VSS-es bizonos kent le engem sajna. Szép, köszi. Jó vagyok. Kemény amúgy. Aj, már körbe kerül a két emberünk. Bizon VSS. Ez a kráter harcolod, kint a hegyen szaladgálni. Nem az én stílusom. Fura volt, fura volt. Hát az volt a fura, hogy bizony a világ végre el tudott ideig lőni inkább. Amúgy ja, kemény volt. És értem az a fegyó az, hogy megy el addig. Hova tartottunk? Már 9 perc, akkor az már nagyon késő lett volna őket lekenjük. Hello, meddig vagyok? Hát kérlek szépen még 3 órát, egyig vagyok csak. Tehát 4 órás lesz a mai stream. Csatlakozni meg este tudtok, mert este lesz majd nézőjáték, srácok, este. Este csak látok, pörög a game. Na nézzük, a challenge-be duótársat megszokták, vagy választható volt? Kérlek szépen, ez úgy néz ki, hogy csak PUBG partnert lehetett hívni. Szóltam Cucunak, azt mondta, hogy nem lesz 4 napon keresztül, mert valami Gamerlandben van valami Siege-es rendezvényen. Tehát így kioffolta mondhatni, aztán annyira sok PUBG partner nincsen Magyarországon. Tehát aztán Dórinak írtam, ő meg egyből elvállalta, és akkor így vele nyomtuk, mert egyből is kezdtük. És akkor miután elkezdtük, akkor rá utána egy napra meg kitalálták, hogy nagyon sok PUBG partner nem talált társat magának az országából, ja, és nem akartak más PUBG partnernek írni. Ezért kitalálták, hogy jó, akkor játszasz mindenkivel, és akkor eltörölték azt a szabályt, hogy PUBG partnerrel kell játszani. Aztán már nem is kellett az se, hogy streameljen a másik. Tehát akik az elején elkezdték ezt, azoknak meg volt szabva, hogy kivel játszhat és streamelnie kell kötelezően, és akkor rá egy napra megkitálták, hogy amúgy tök mindegy, kivel játszol, csak add le a nevét, és számolják a meccseket. Tehát amúgy elég fura szervezés ilyen szempontból, de hát ezeket a rendezvényeket azért az a baj, hogy előre valamit kitalálsz hónapokkal ezelőtt, aztán mire oda jut a sztor, hogy elindul, addigra azért nagyon sok minden változik, meg lehet, hogy valami nem is olyan jó, mint ahogy ők kitalálták, tehát ezzel azért tudok teljes mértékben egyetérteni, mert ugyanez van most az MSB-vel. Kitaláltunk egy dolgot 1,5-2 hónapja, azt elkezdtük, és szépen csiszolgatjuk közbe, hogy jobb legyen. BO1-re ugye BO3-ra váltottunk, aztán a 4 csoportból csináltunk 2 csoportot, hogy több meccs legyen, stb. Csak hát igen, valakinek, meg hogyha úgy tervezett, hogy összesen 2 meccset kell játszani, az megint más, hogyha amúgy 5 meccset kell játszani a 2 hét alatt, meg így több szervezés, stb. Tehát amúgy ja, ezeket nem egyszerű. Hát ilyenkor az a legjobb, hogyha gyorsan tudsz változtatni. Hát ők is ezt csinálták, csak ja, így ilyenkor. Nem lesz olyan, hogy mindenkinek kedvezze, valaki mindig relatív szívni fog. Közben szavaztok, szava Basba, szava Bazsi. Ali mindenkinek, akik most jönnek. Szia, Coin! Jogi, mert hogy vagyok? Kérlek szépen, jól. Nagyon jó rendezvényre vagyok. Hivatalos no, délután, azt várom már. Yes, mehet a citrom. És most meg nagyon jó gémek pörögnek itt. Farmoljuk a pontokat. Hát farmolhatnánk egész nap, hogyha valaki nem menne rendezvényre. Hát igen. Na mindegy. Ez ilyen. Pont csütörtökre kell rendezvénybe rakni, nem is értem. Háborító. Ja. Döntő időpontja már, gondolom köszönöm, ott volt indulással, csak már adtam egy csapat, visszalépett. Hát nem visszalépett, hanem mi, hát nem kizártuk őket, csak azt mondták, hogy nem tudnak lejönni a LAN döntőre,
mert hogy kint élnek Angliába, és ha nem tudnak lenni a LAN-ra, akkor nincs is értem, hogy tovább jussanak, ha mástól veszik el a helyet. De a döntő időpontja, az két időpont volt, április 7 meg április 20. Április 20 kiderült, hogy nem jó, április 7 lett, tehát az köztudott volt, igen, hogy ez egy fix LAN lesz, fix dátummal. Yes. Meghaltam Dóri valószínűleg. Rajtad vannak? Hát rajtam vannak is, nem találtam két szobába fegyver, de mindegy, el tudtam futni. Kettő lesz ott lent az én épületemben. Mi hangzik? Hát a garázsban csak ilyen hílek, meg ilyen semmit voltam. Au. Visszamehetünk rájuk akár. Uh-huh. Annyira nem voltak agresszív playerek, hogy ránk jöjjenek. Gcoin boxokat, Bucket Man, Dragunov skin. Ezt ki tudjuk majd sorsolni. Ha benne leszünk a top 10-be. Ja. Egyébként, középen, ugye, szabla. Nice. Tudom, hogy nincs info. Jobbra, nem? De szerintem nem a társa, hanem ez... más. Nem lép. Ah, itt egy, meghalt már. Ez instant fejbe lő, kint egy fánál guggol itt a narancspinen. Ez pedig a társa. Ez társa volt. Egy másik random gyerek ugrott be ide, az halt meg itt először. Itt kaptál, így én is jövök fel nyomni a csirkiüldözéseket. Nagyon helyes, hajrá, hajrá. Nyomni is kell neki. Mehetünk tovább. Mhm. Túl nagy lett a csend. Igen. Nagyon gyanús, ez nekem is. Nekifogytam. Pont bemászott a narancspinen egy. Nagyon lovos. Meg még balrább is van egy másik. Igen. Na, hílelek, mindjárt megyek. Ja. Hát, Dragunov Challenge, meg van másik hat is mellette, de igen, fekete event parancsot írjátok be. Van benne szintem a garázs rész. Ugye, nokkomat befinishelem, hogy ezt ne lopják be. Jó, hogy te nem vakulsz! Fiara, előtt. Gyereket, ne már! Mi ez? Az istent. Ó, oh. De mérges vagy. Istenem, de most ez honnan jön az a lenti gyerek? Szívem kiugrik ilyenkor, amikor izomból hátulra elkezdenek lőni, hallod. Egy kicsit kellett volna várni, ha bemegyek. Unlucky. Pedig itt azért lett volna sok kill, még. Hát persze, hogyha vakul a flashben. Egyébként. Nem is értem, hogy hogy tudott oldalról rám kerülni, de az ez voltak karosak, előttek arra lőtt.
itt volt erre a három killünk, eddig itt volt bent, ez lett volna a négy, kint öt, akkor annak egy társa az hat, mondjuk még hát, nem tudom, hogy lettek volna e még emberek. Mit akartam? Még van egy harapás a izéből, a kajából, azt még gyors benyomom, és akkor utána már tényleg itt vagyok végig veletek, egy szek, jó? Hát igen, ez egy csúnya szendvics volt, pont. Amúgy majdnem lenokkoltam ott a gyereket, amit kaphatta volna. Na, rongál, rongál. Végre, köszönjük szépen. Hát ez egy school. A Vavanti, hali-hali, meg lesz a nyerés? Hát két nap múlva kiderül, az a baj, nem tudjuk a jelenlegi állást, de remélem, hogy meg lesz ez. Na, vissza is tértem. Akkor ez most egy win. Yes. 7-7 perc alatt. Penezéssel. Minden is van itt. Dragunov killel, persze, persze. It's cool. Felkért Event parancsot írt be Dave. Sok streamert nem láttam grindolni, szóval sima lesz, hajrá. Hát bízom benne. Jaj, viszont a stream címébe elfelejtettem beírni azt a hashtages cuccot. Oh. Hát, szerintem azt elengedik. Azt mondod? Hát így, hogy ugye megváltoztattak a szabályokat, hogy de muszáj. Ja. Ja, igen. Partnernek meg streamelni a másik embernek. Így szerintem. Nálam ki van írva, úgyhogy. Nem baj, mert mindjárt átírom, aztán nálam is kint lesz az a biztos. Nehogy aztán ezen múljon. Többinél kint volt fixen, azzal nincs baj. Na nézzük. Ennek nagyon jót ugrik az emberünk. Hát ott ketten igen, egész jót ugrottak. Aha, barátok. Többi az mind mögöttünk van. Én első vagyok ide az én helyemre, hogyha ez... Jó, én meg jobb alul jövök be sajnos. Nem baj az. Tiszta. Nem, nem annyira nem tiszta. De box, ha már... Nem, nem lesz box, ennek viszont egy olyan van. Annak is megfogadom. Itt mellettem fájtolnak. Jaj! Te világot hallok. Adoptad ezt a füstöt? Ja, azt lehet, adoptad a színű. Én. Tető. Pillanat. Tetőről píkelget sajnos az emberünk végig. Hogy csinálhatja meg valaki gyereket, nem is értem. Ne! Mi ez a network lag detected? Szórakozol velem, ugye? Kifagytam? Halló? Elment a netem?
Istenem. Itt vagyok, streamen itt vagyok? Jó, mert amúgy elment a netem, elméletek azt mondja. Streamer gépen van net? De miért ilyenkor megy el a net, amikor a legnagyobb school akciók vannak, meg fájdok? Hát valószínűleg nem maradok életbe. Ja, jó reggelt, internet. TikTok stream megszakadt, TS lecsatlakozott, PUBG meghalt. De hogy lehet, hogy az OBS megy még? Itt vagytok úgy, hogy nincsen netem. Minden másom meg. Most azt mondjátok, hogy itt még élek. Azt mondjátok komolyan, hogy itt vagyok és élek. What? Hogy élek még itt? Jó vagy, jó vagy. Tető. Ott pékel végig az ember, semmi más sem csinál. Ott itt töltött. Hú, de izgi. Na, ne szórakozz velem. Fixelen a kis sotiával, én meg egyszer találom el. Az a fegyver, kemény volt. Soti, ez kisejött az ajtón egyébként. Igen. Na sajnálom, nem volt fegyverem, sem. Jó, hát én meg kifagyott a netem itt a meccs közben. És ahhoz képest sok megéltem. Nem is, nem mondom, hogy elengedem, itt biztos nem élek meg, és visszacsatlakoztam valahogy. Kemény volt. Hát ez kemény volt, mert itt volt arra az elején, de... Hát igen, tehát a kifagyás nem segített. Ott, ahol voltál, és az emberünk az onnan, ahol láttad a tetőn, az a kis rázsas ablakon, onnan tartott befelé, semmi más sem csinált, és végül a tetőn volt. Ez tehát jó poziót neki. Örülök, hogy ezt valaki megteheti, amúgy. Kell ez a csirkevacsi? Pont ez azért nem a csirkevacsi kell. 7 perc alatt kell 7 kill. Meg dragunóval kell ölni, ennyi kell, semmi más nem kell. Csirkevacsi az... 30-at kéne összehozni ahhoz, hogy kapjál annyi pontot, mint hogyha egy hodrobba hetet ölsz. Tehát, hogy kettő hogy lehet ugyanolyan ponton, nem is értem. YouTube lát? Hát itt most minden lát. Elgondolom, hogy minden újraindul szépen lassan, hogy az internetem összekapja magát. Egy kicsit itt megszakadt a rendszer, de várjál, a YouTube stream az lát, igen. Ja, ez nem indul újra magától, azt nekem kell újraindítani, akkor lehetek lestoppolom. És lestartolom újra. Itt valami problémák vannak a éterben, de várjára megyek a start. Mindjárt megnézzük, hogy mit ír ki. Az YouTube Studio az valami brutál lassan működik. Várjál, ezt át kell rakni nyilvánosra, és úgy jó is lesz. Nyilvános, igen, kész. Kész, start. Igen, na most ezt újraindítottam, az jó lesz, köszi. Hogy szóltál. Újraindult. Re. F5. Igen. Oké, és köszi a játékot, köszi. Az a durva, hogy a Twitch-en nem szakadt meg a stream. Ugye? Twitch-en nem szakadt meg. Ti láttátok végig, amit én? Ez a kifagyásos sztorit. Tehát a TS fogyott ki, a TikTok fogyott ki, a YouTube fogyott ki, a gamer gépen fogyott ki, a streamer gépen. Az OBS is jó volt, meg a Twitch stream is így jó maradt. Tehát így... Én nem is értem, hogy lehet az, hogy a fele netem megy el, másik fele meg itt maradt. Tehát, hogy így... Hát... Végig láttátok, az kemény. Minden más már megszakadt, meg hát ugye láttátok is, hogy nem volt. Durva, semmi gond nem volt. Akkor közösen végignéztétek, milyen, amikor az embernek nincsen internet. Hát szörnyű. Szörnyen rossz. Még az lett volna a még durvább, hogy az ember pont akkor fagyok ki, amikor az ember fejére viszem a célkeresztet. Mehet. A lumbi. Lumbika. Yes. Egy fegyvert szeretnék. Köszönöm szépen. Hát, azt is mondta, hogy milyen fegyvert. Aztán megint kapsz egy mutánst. Köszik az. Nagyon jó volt amúgy. Imádtam. Interneten végignéztetek, milyen, amikor nincs net. Yes.
munkás internet kifogyások. Ja, mondjuk ezt tudjátok mi volt? A gyerek akkor eltűböltött a voice chatbe, hogy elment az internetem. Akit ott lekentem, olyan szinten teli torokból bele üvöltött a mikrofonba, hogy majdnem esiket ültem. Ja, az kemény volt. De amúgy azt mondta, hogy szép napot! Csak oroszul. Citromra talán jönnek? Hát ide mindenhova jönnek. Nem, az elhúzott, hanem bejövök én is. Gyere, gyere. De bejönnek. Viagrát is használtak, használnak rá. Semmi. Kívülre esett valaki. Igen, most fut be. Hát, bláj. Mindjárt káromkodok egy nagyon csúnya. Neked sincs? Nincs még, nem találtam, de most van egy MP5-öm. Már futnak át ránk. Ez egy lótolva, ezt megölti. Oh, ez kemény. Egy jobbra kint van nálam. Hát, hogy finissel engem. Na jó van. Na, csak ne, nagy nehéz. Akkor ez egy jó meccs volt. Eskás volt, meg konkrétan abban az egész épületben nem volt fegyver, csak egy eskás. Mert az MP5-öt kint találtam a... Igen, a pósznán. Az nulla damage volt, amit lőttem a gyerekre MP5-tel. Atyavilág. Akkor így körbe lőttem valószínűleg az embert. Na jó van. Türelmesnek kell lenni. Igen. Két rossz kör után milyen? Egy jó kör. Olyan opció nincs, hogy olyan három remélem. Rossz kör legyen. Gyerekek, hát mi történt? Hát ez nagyon fura. Hát így nem lehet 7 perc, hát így hogy szerezze az ember 7-2 minút? Kettőből kétszer nincs begyója. De hogy annyira nem értem. Igen. Emlékszel, egyszer estünk ide stúdióba. Ez lehet, hogy nem veled volt, vagy mással, vagy szólóban, nem tudom, lehet, hogy szólóban volt, mindegy. A lényeg, hogy itt vannak ilyen brutál nagy épületek, igen. Abba benézel, 5 sorba teli van lúttal az egész, tehát ott egyet belépsz, és fullon vagy. Itt bejövünk a Weekendinél a legnagyobb hangárba, ami létezik, és nincs benne fegyver, tehát így nem értem. Mert nem tudnak itt is 3 sor lútot rakni, és akkor nem kell gondolkoznod, csak leesel. Ezt úgy csinálták meg, legalábbis így, ahogy eddig feltűnt, hogy ha minél többen esnek egy helyre, annál kevesebb a lút mennyisége egyébként, de hogy így no-kappa. De hogyha nem jönnek sokan, vagy nem jön senki, akkor egy másodperc alatt szó szerint mindent van. Hát nem tudom. Nem hiszem, nem tudom. Tudnánk így csinálni. És inkább, hát nem tudom, jönnek-e oda sokan. Palace, nézzük meg azt. Az is már. Szia, bocsánat, kérdését biztos kérdezték már, mert nem is írja, tartozik, de lehet tudni, hogy MSB-ről miért lett bannolva a Dynamic Fire, legalábbis az MSB oldal azt írja, nem azt írja, azt írja, hogy diszkvalifikált. Nem tudnak lenni a LAN-ra, ezáltal nem tudnak tovább jutni, mert mástól veszik rá a lehetőséget. Ki lenne bannolva, az lenne írva, hogy ki van bannolva. Nem bannolva vannak, hanem nem vehetnek részt a következő fordulóban, nem tudnak lenni a LAN-ra. Ha le tudnak jönni a LAN-ra, mert is 7-én lesz a Gamerland-be, akkor várjuk őket sok szeretettel. Ha nem tudnak lejönni, akkor viszont nem tudnak tovább jutni, mert mástól veszik el a lehetőséget. Ennyi. Egy offline döntőt nem tudnak online lejátszani. Hát vigyázz magadra, Bláj. Jönnek sokan. Én? Hát... körülöttem senki nincs. Annyira idejövök. Igen, majd rájuk mehetünk. Valaki lefottyant, elég nagyot esett. Fegyver. Gyerekek. Ó, fegyver. Legösszes híjet megtaláltam. Már ott mocorog a narancspinen. A nagy citromnál. Akkor hagyjuk. Azt hiszem több esélyen volt, hogyha nem volt fegyver. Hát. Nem akarom őket még megpussolni. Egyik ez most kimászik. Meghozzam. Hát, az egy bot vagyok.
Ott vagyok konkrétan, ezt... Nem tudom a gyereket hátba lőni. Társat nokkoltál. Nokkoltál, ja. Ez engem még finisel szerencsére. Nehogy tüzé menjen. Hát nem is értem amúgy. Az, hogy honnan nokkoltak a társát, sem tudom. Hát most azok is meghaltak, akik a társát nokkoltál. Ja nem, ez, nem biztos, ez volt az, aki leesett a izén. Ott van velem szembe. Ah, csudelme is van. Beryl. Sight nélkül. De kibakó barát is itt van. Nem, ő nem. Van. Hát, lootolgat. Hát nem is tud kijönni. Nézzük, real time loot generation egyébként valós lehet, hiszen sokszor állnak meg. A PC-k egy térnyitáskor nem lehetetlen, csak nézz ja, elképzelni. Ő még felszett a társát is. Hát, nem tudom. Oh, real time loot generátor. Ja, most megadjuk annak, hogy én is ott voltam. Nem tudom, sokszor állnak meg lassabb PC-k egy térnyitáskor. Ott van damage, 3 minit. Én mennyit sebeztem? 29, egyszer találtam el. Kóksa. Az akkor jó volt. Hú, Berének az Iron Sight-ja, az itt most nagyon megtréfált engem. Meg már leginkább azt tréfált, meg ugye lőttem a gyerekre, és instant ugye be tudott futni a fa panel mögé. Hát előtte akartam lőni, csak hát gyengusz voltam. Hiányzott már a PUBG? Hát itt minden nap pörök pedig. Szava a picsumi-csumi. Szavat raki neked is. Még egy rosszabb kör jön? Amúgy nem mondom, hogy nem mondtál igazat, pedig akartam mondani, hogy ennél rosszabb kör nem lehet. Ez lehet, hogy rosszabb, hogyha van fegyom és nem tudom lelőni, mint hogyha nincs fegyom és úgy lőnek le, tehát... Tehát de. A rossz kört lehet még rosszabb körrel überelni. Ezt láthattátok, de hát ez azért van, hogy nehogy már az összes csirkevacsit mi nyerjük meg, vagy az összes kill nálunk legyen, néha át kell adni egy párat nekik is, tudjátok, vissza kell adni. Vezetni kell 700 métert. Az valószínűleg nem lesz egy bonyolult küldi, azt nem cseréljük le. Nézzük, tudunk-e nyitogatni? Hát nem tudjuk ezt már megnézni. Na majd most felvettük a tökéletes pószt. Ez a dozer papa. Ettől mi rosszabb ilyet? Ezt már nem lehet überelni. Te vagy Jenny, hali-hali. Tehát Tomi, nem tudom, hogy azt a fél infókat honnan vetted, amit írtál YouTube-on, de ez, amit én mondok, ez a valid nekem, higgyel. Minden más az lehet elfördített valóság. Miss Dozer papa, hogy vagy? Nem lenne effektív, hogy szerver oldalon mindig generál lootot, egyszerűbb sessionönként legeneráltatni. A legvalószínűleg azért adódik, mert beír a player rendertel, és írtam, több dolgot le kell renderelnie. Hát az a baj, nem tudom, hogy ez pontosan hogy nézhet ki. Én is úgy tudom elkezdeni, hogy van egy ilyen ekkora nagy pálya, és akkor ahogy a repülő bejön már itt a legelején, ő akkor fixen már lerakja, hogy hol mennyi loot van. Ugye vannak nagyobb városok, ahol, mit tudom én, tier 1-es a loot, vannak kisebb városok, kis szotyi helyek, ahol, mit tudom én, rosszabb a loot. Tehát ez alapból le van adva, és akkor minden körben más-más rotával. Tehát a helyeken fix, hogy oké, itt mindig tier 1-es a loot, itt is tier 1-es, a hotdropokon tier 1-es, a nagyobb épületeken, jobb a loot, mint egy hangárba, mint egy kis ekkora kis szotyi shedbe. Tehát ezek szerintem fixek, hogy melyik területen milyen fegyók spónolhatnak, és akkor azt random adja be. Csak ugye megvan szabva, hogy hol vannak a spón helyek. Na, és mondom, ami a stúdióban volt az a négy nagy hangár, azokban teli-teli van rakva. Hát nézzük meg, hogy Los Leones, mi történik itt. Ebben nem voltunk még. Ez az egy nagy város van itt alattunk. Meg ki is lett váltva Laci által, hogy Los Leonesbe kell ugrani, tehát... Az igen. Laci intézi ezt a kört most nekünk. Köszi Laci, mindent kiváltott, amit lehetett. Oksa Tomi, akkor minden király. Na jön neki ide. Hát, ahogy jönnek, csak nagyon össze-vissza. Velünk van itt négy ember mögöttünk, ők nagyon mögöttünk vannak, megpróbálom a narancsra visszahúzni. Ja,
Bejön a citromra. De remélem megy, lesz. Megy veled a citromra. Értem. Hozzád esett, vagy tovább ment? Nem. Ja, ott van, narancson. Hát, nagyon menekül. Próbálom elkapni. Ebben nem tudom, hogy hova esett. Még mögöttem. De valaki gránátozgat. Nem akarom, hogy elhúzzom, vagy belopják. Egy citromon belül. Citromon belül. Jövök oda-vissza hozzád. Panzerre lőjek egyet? Az a terv, csak ezt nem akartam rávésztelni. Hát ez kettő lesz. Nagyon futok. Felül. Bent vannak. Aha, már egy mellett. A jobb oldalt van. Bent van. Citrom, elfutott balra. Jó. A mögött péke. Futtam el balra. Lesett nokkoltam. Engem mindenki fejjel, gyerek. Még egyszer hát előttem karra. Ő is dupla fejjel. Hát én is előttem őt. Az... Na jó van. Mennyi HP-ja maradt a gyereknek? Hallod, engem... Egy... Istenit. Leesett a kettes, és akkor... Hát engem a kétszer lőtt fejbe, hogy csak a fejem engem lógott is, ki. Engem is. Ennek azt a kettes aimmal rendelkezik. 247. Hm. Hát akkor, hogyha kettőt nokkoltam, akkor a 100-100, erre meg 47-et lőttem. Hm. Én meg 51-et. Az jó, hát akkor... Az a maradék. Hápi, az mind az övé volt. Elég kár ezért a... Nem baj, itt nem lett volna maga 7 kill. Nem jöttek hát annyi. Itt nem. Próbálkozunk lelkesen, srácok. Hát ez eddig ma nem a mi napunk. Az első kör volt jó, ott pont igen. Instant meg lett minden, és azóta nem. De nem baj. Ennél rosszabb nem lett, Dóri. Mindig ezzel nyugtatom magam. Meg hát Laci kiváltotta az ideálvizet, hobógorja, panzer. Ezeket teljesítettük, mindjárt iszok is. Akárszor azt mondtam valaha az életembe, mindig rosszabb volt. Jaj. Na, akkor most bebizonyítjuk, hogy most ne, ennek nincs igaza. Szégyed. A 30 golyóval már pánikoltál volna? Hát, azzal volt, hogy 30 lőszerem volt, hanem hogy azt a gyereknek volt valami szájtja. Én meg a Iron Sight-os kalával bravúroztam. És shield mögött, amivel nem lett volna baj, csak egyszer tudtam csak eltalálni. Hát én elültem egyszer karra a testre. Aztán majd teljes testtel píkelt ki, semmi közepén, és dupla fejlet alkával. Nagyon kemény volt. Jó, kemény. Megadom neki. Nagyon yes. Kemény player. És közben meg a stream címet beírom a izét, a hashtaget. Hashtag. Hogy is van? Hashtag 7. Anniversary, vagy PUBG Anniversary, hogy is van? Ugye, megnézem tegnapról. Content videó. Ja, úgy, csak a végén meg ott a challenge szó is. Ja, igen. Anniversary challenge. Na, mi egyensúli vagy? Bótjárt vagy rozsak? Most te döntöd el, az előzőt én mondtam. Akkor bot jártozunk. Akkor go. Komáltunk is. Yes. Közben köszönjük, hogy kiváltottad a Steam profil aláírás. Legyen a profilod nyilvános.
És Múltkor nagyon sokan jöttek ide, akkor most is. a megjegyzések is elküldöd privátba, akkor intézem is. Úgy igen, ki Látok repkedő egyedet. A legújabb partnerem idén. Többféle kocsit kapok tőlük használatra, és akkor azokból vannak Insta posztok, Insta sztorik. Nem túl sok. Tervezek majd egy ilyen összegző videót a négy kocsiról a végén. Nem tudom, ez bakrás. Ja, nem. Kiesett a prónolósa. Yes. Uha. Hát, jövök hozzád, mert hamarabb talált fegyót a gyerek. Put mögöttem fegyóval. Yes. Van tudsz fegyóda. Lenni, aha. Hát, mi megette reggelire. Tehát, hogy volt fegyója, de fegyó nélkül futott. Szóval a másik is ott volt fent a izébe. Narancsba, az nem tudom, hogy a társal. Pécsának sajnos. A furról is lőne. Igen. Futok vissza a étterembe, futnunk vissza. Az nakkaltam. Nagyon szép, ugye? Én még a prónó sem fent van. Igen, de nem hallom. És pékán szavar. Ú, de jó messze. Jó, 3 kill eddig nálad, ugye? Aha. Na, most már kezdek lőszerrel bajba szenvedni, meg... Önti gyerek lesz a 4, és akkor utána még átmetünk. Krónolós vetejét! Isten meg ágya! Mondd meg neki a frankót. Ez most muszáj. Hétnek mellettem. Jaj, szavazik! Mit adjak? Megyezges. Nem tudom. Heal? Ha van heal, akkor jöhet. Adok, gyere. Oh, köszi. Most megeszem. Ez van mögötte? Hol? Uh-huh. Szép. Nem tudom, hogy ez az volt-e. Szerintem igen. Kinyitottam neki az ajtót, hogy befusson, és befutott. Van dragonavad? Van, van. Találtam szerencsére. Oké, vagyam. Jó, hát akkor futi tovább. Hatoszkókkel? Nem most. Az a baj, szerintem még egy dolgok amúgy lehet, hogy kéne lennie, de menjünk azt inkább mondom. Tovább, bár nem vagyok benne biztos. Felmászak a toronyba, szétnézzek onnan, vagy ne? Hogy felmászhatsz. Hogy csak fussunk tovább a másikra, nem tudom. Mert azok nem most lövöldöznek. Sajnos. Jó. Hát menjünk amúgy, ha lövöldöznek, akkor hát ha szkóba is lesz még a 3 kill pluszba. Jó. Jövök vissza hozzád kocsival. A mögé megy. Egy panzer, ami van az öcsinél. Mit csinál? Itt van maga. Egyszer hitáltam. Ez meg itt van kerítésnek. Haltam rá. GG bro! GG hát, akkor jól látom, hogy panzer volt nála. Igen, jó megkent ezt. Megnyomta a gombot. Hát, ha futsz, akkor még meg lehet, talán még egy kill kell. Akkor futok. Akkor futok, ha egy kill kell. Ha
hát ezt a gránátot is megfogtam. Amúgy ez hogy éltem túl amúgy? Hát, hogy így... Te is meghaltál, a kocsi is berobbant, én is sebződtem, de valahogy túl lehet. A kocsi is felfogta, az én testem is felfogta. Felfogtátok itt nekem a panzert? Igen, igen. Kedvesek vagytok, köszi. Van itt még egy dó, egyik. Hát, ha itt nem, azért nem, biztos, hogy van a school. Aha, itt is van egy nokkos. Meg kell keresni. Meg. Ezt a nokkos, ezt kell lopni, és Gigi. Ez egy narancsom van bent valahol. Vagy, ne is fussak át balra, jobbról lopjon be. Aha. Uh-huh. Előtte a társa. Ment a dragus is. Kérdés, melyik házba ment be? Szerintem az út túloldala. Aha, ott. Hát az már csak el fog vérezni, nem, nem tudom. Nem fog. De csak elvérezni. Ott a társ. Ja, hogy itt még ilyen sokan vannak. Itt még négy, bajtolta. Sőt, öt. Még öten vannak, mert ugye egy volt az én oda, vagy ez már lehet átfutott volna. Oh, God, hát gondoltam, az gyors megfutom. Na, ki akartam nédenni az ajtót, a molót bedobni. Gyere, azt egy három Dragunov-hit. Amúgy az, ez hagyjuk is, hogy a nokkosba többet kell ülni, mint a rendes playerben. Hát ugye megnézem, hogy mikor nokkoltam, hogy pont meg lett volna, vagy sem. Nem úgy szerintem necces, van nagyon határon lettünk volna. Mindegy, egy killet, hát 10 pont, de nem olyan sok van. Karrier, match history. Hát, ó, 7.35. Milyen nokkoltam. Tehát ami azt jelenti, mindegy, hogy... Ja. Hogyha már elindul az első kör és szűkül befele, és mennyi, ami 2.30-nál járt, azt hiszem. Igen. Na hát akkor az már késő. Kemény. Amikor szűkül be a kör, és tart, azt hiszem, 3 percnél, addig van időnk a nagy pályákon, a kis pályákon, azt hiszem, hamarabb van ez, de a nagy pályákon, akkor valószínűleg így. Akkor így legalább már tudjuk, hogy hol van a 7 perc. Na, közben, hát, lehet velem dúzni? Hát este lesz néző játék, akkor közös játék lesz, valószínűleg nem dúl lesz, hanem squad, meg custom game, hogy minél több emberrel tudjak játszani, de ja, mai nap lesz pont a napja, este. Gyertek fel a Discordot, látjátok a menetrendet, hogy pontosan hogy van a sztori, de ma este pörög majd a nézői játékot, tudjuk közösen nyomni. Jó, Alicsed, szia Blány, már megint ütöttem Dórit, nem, most csak az autót robbantottam rá, most nem mentem rá a lábára. Ja, Isten, ez a panzeres robbantás, amúgy ezt nem értem, hogy ezt hogy éltem túl, ez elég indokolatlan túlélés volt. Amúgy ez nem volt rosszabb kör, ez jobb kör volt. Ugye meg lett a Dragunov kill is. Hát vagy házikók, vagy aréna, vagy nem tudom. Hát arénában még nem ugrottunk. Amúgy a házikók is jó szokott lenni, arénát nem tudom. Megnézzük, hogy ott mit csinálnak. Megnézhetjük. Hát ha ez lesz az. Meg kell törölni az egeret valamiért. Csúvás, vagy ilyen izzadságos. Nem szokott izzadni a tenyerem. Dórival játszok, aztán elkezdtem izgulni, nézzétek. Igen, meg. Igen, izgul. Hula Bláj. Hát ezek a 5 másodpercen múlik egy kill, az... Mikor kezdjük az esti nézői game?
Hát azt hiszem 6 hét körül, attól függ, mikor érek vissza a rendezvényről, de a hét már biztos. A 6 az, az határeset, de 6 hét között lesz az időpontja, és akkor nyomjuk, mit tudom én, 11-ig. Twitch-en is szoktam streamelni, ezt Twitch a fő platforma, a TikTok meg a YouTube az csak a háttérbe fut. Gyertek át a Twitch-re, ott van a legtöbb ember, meg ott pörög a chat, jobb a minőség, ott jobb minden. Na nézzük, 100 ejtőernyő lesz? Hát ez csak 3, hallod? 4, 5, hát ez csak 4 ember jön be. Hát ez gyenge, egy hát, feletted. Mögöttünk egy nagyon ember. Sokan lesznek, tehát, de visszafele tudunk majd menni. Erközön ugrott hozzánk. Most odaérünk, mert lekenik az egész népet. Igen, sajnos. Szuper, nem veszik fel. Hát megnézhetjük. Egy player ugrott ebbe. Közelben van. Lelőttem az egyes is a kent dragonomval. Bláj, és nem halt bele. Az ő. Ott tetőn egyszer hites, meg bent alul is. Alul halt, tető egy. Úgy de jó vagy, tovább, 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 nagy dabba. Még ott lép. Jön ott. Egy itt van már nálam kint. Narancson. Valahol kint lép, de az lehet, hogy az egészet megkerült. De jó vagy, Dóri, mi történik itt most? Tudom. Tovább, tovább. Hol hallom az ember? Hát az durva, hogy itt kint levár, de mondom, csak jól hallottam. És barátot. Ez nagyon jó, megyek is érte. Hát akkor hány kiled van? 100? Hát csak 3. Na nekem egy, az 4, akkor mehetünk vissza. Hogy jött a repülő? Úgy jött. Ide kell menni a narancspénre, és akkor jók vagyunk. Hát nagyon sokan vannak még. Narancspén, mehetünk. Már ott is vagyok. Egyes és abba, kedvencem. Red Dot overholó nálad is? Hát a Red Dot-tal többet sebez a fegyó, a holóval meg pontosabb. Én ugye nagyon pontosan lövök, tehát nekem az kell, hogy többet sebezzen a fegyver. Yes. Ott fut egy. Majd ott van. Kemény, hogy vissza az emberünk. Vissza. Ezt társadat nem látom, ez most jó lószedés. Egy first aid-en van, majd odaadom. Van. Ami nem futott ki érte. Dobok egy first aid-ot neked még. Szín. Már most fut érte. Nekon lőttem. Hílal a narancsfény maga. Elment. Elment onnan? Hát ja, citromnál van már. Most megdobom. Na, társad felszedi. Gyere. Bézőr. Hát előttem a nokkost is. Na, társad nokkoltam. Szép. Narancspinem van. Egyszer van előre. Le fog finisálni. Hogy van az, hogy minket lőni? Én nem értem. Mindig. Hogy tudott az ott elszaladni? Társaér, kerítés tövébe végszaladt. Ez feliszedte a társa be is hílált, és úgy píkelt ki. 4 kill, viszont ebben neked jó sok dragonov. Sőt, majd mind a 3 killed az mind az volt. Mind a 3, így van. Ez 30 pont, az szép. Slim snipe, de hogy is? Ne vicceltek. Jó.
Neked is úgy, ezek szerint minden, amit felraksz, kiegészít, ad valami statot. Hát amúgy ad statot, de dimidzset nem tudsz változtatni, srácok. Dimidzset nem tudsz változtatni. A szájtok azok nincsenek jelentőséggel semmire, de minden más, mint a fegyvernél alul raksz, azok adnak. De hogyha ráviszed az egeret, hogy azért vittem rá a Reddotra az egeret, nem tudom, néztétek-e, hogy ott kiírja, hogy mit ad, de semmit nem ad, de az attachmentek azok ugye adnak, mit tudom én, több tárat, egy nagyobb férőhelyet, gyorsabb reload speedet, vagy tudom, a vertikális szenzit, vagy a vertikális recoilt, tudod, a gripekkel, meg stb. Tehát a scope az nem változta semmit, azt imádok ezzel trollkodni, és általában sokan meg is eszik, mint ahogy most ti is. De nem. Régen ugye emlékeztek, mindig kérdezték Reddot vagy holó. Ezt mindig jelesítem, ezt a point, mert mindig vannak új emberek, akik ezt nem vágják, és ilyenkor ez munkás. Valamilyen nyaralás van terven? Yes, van terve nyaralás, de időben be lesz majd írva a menetrendben, látjátok, hogy mikor lesz szünet, de mondjuk igazából Twitch-en szünet lesz, de YouTube-on ilyenkor beszoktam tárazni videókkal, hogy ott azért legyen content ezerre. Nem ilyen, kevesebbet akar ki. Csuma, hát, meg az Iron Sight-nál jobb bármi, leginkább. Pekádóba tudja, hogy jönnek ketten, ez igaz. Ez valid. Igen, a blájás póló is plusz 10% damage, ez is így van. Na, itt van, imny. Itt pedig gennyes. Gennyes a kis barátnak a melkasa. Nekem nem gennyes, de nézzetek. Pap! Mit te is megetted, sírszád, dozer, papa, azért a 100 év alatt ezt nem tudni. Hányszor mondtam már rá pedig, nem baj? Akkor úgy leszek, a modikat is meg lehet még etetni. Modikat is meg lehet négetetni. Na gyertek, magyarok, pörögjünk. Bam. Remélem, ők is idejönnek, hogy jó sokan legyünk ott. Kaszinó teteje? Alja? Hát, mellé? Ja. Hát, megpróbálok tetőre. Hát, ha sikerül, véletlenül. Sikerülni fog, Dóri. Tetőn, Tali. Jó. Amen. 10 másodperc múlva. Á, nagyon sokan vannak, ne! Igen. Igen. Itt látom. Elhúztam, elhúztam balra, jobbra. Igen. Dózerpapa nem az az 1.5-ös dózer, akire ti gondoltok. Többféle dózer van. De akár az is lehetne. Én is először azt hittem. Há, nagyon jó vagy oda. Úristen, Bláj. Nagyon jó vagyok oda. Let's go! Hát... Normálozunk, nem rengt pörög. Ott van egy bizon. Ezt majd hiszem is. Én megvástam instant, jó? Szia! Szia! Hát, valaki most esetlen. Very nice. Azok kapták a magukét. Hát ők, nekik gyorsan újraindult ez a kör. Van egy az ötös tetején, de inkább bejövök ide hozzád, mielőtt az elő. Ez a bizony, ez annyira nem egy bika fegyver, oda. Nem is értem. Jaj, nem tudom. Lopkod mindent. Nézd meg, fejlő szintemre. Igen, igen. Kell first aid? Persze, hogy ne kéne. Loptam kettőt. Very nice, thank you, thank you. Ott van befent. Nincs betöltve a karom, az úgy nem vicces. Csak kipikelnék, hogyha ott lennék. Ugye, tartsd le. Hm.
kerítéshez mit csinál? Kerítésnél van? Ha? Elfut. Mi történik? Nézek. Na már. Na, tetőzni kell? Hát nem tudom. Nem tető. Az itt futhatunk odébb. Balra. Arra, abba az irányba, pontosan. Igen, a smoke van. Semmi közepén. Valaki ide túlt. Valaki nappas valahol. Uh-huh. Ott a túloldalt fájtalnak narancs. Narancsom van a spanom, és ide tart rám. Máshol tartom. Szerintem meg a jobb oldali bújánába is van. Igen. Jó. Fent van. Ha bemenek. Ne. Lőnek balrábról is, vigyázz. Be fogok majd kúszni szerintem, nem? Be tudsz? Hát, próbálok. Hát nem. Szerintem megyek. Fentről rám lát sajnos. Ja, hogy meg is sajnos. Messzus. Hú, de jó prefire-t nyomott rám a gyerek a lyuknál, és egy HP-je volt, ne. Az volt a probléma, hogy az emberünk, az hogy jó volt a smoke, hát ugye fentről az ötszintesből nincs. Jó. Onnan ki. Jaj, kempelgetni kell gyerekek, mert itt mindenki, nem tudom. Hát mi voltak az ötösbe, ja. Voltak szembe, voltak a buenába, és akkor mi voltak mögötte is. Hát ja, itt azért és akkor voltak sokan. Minket. Ja. Mi voltunk pont a középen, minden irányban ránk láttak. Ja, tehát az utcán se tudtam volna átpusolni, sehová nem tudtam volna átpusolni. Ez ilyen ülőharc, hogy meg kell ülni mind a kettőt. Hát kellnék ezek a droppok, de hát ez ilyen. A 100 meccs az már valószínűleg amúgy tuti megvan, az újabb, mit tudom én, 70 vagy 100 pont nekünk. Tehát úgy nézzük a mai nap, már ilyen 250 pontot összehoztunk. Amúgy annyira jó lenne, ha lenne egy ilyen statisztika, hogy hol tartunk. Ezt nagyon adnám. Ó, ez meg kinyílt, most akartam ráugrani, nem tudom, hogy innen. Á, de innen hát még van egy másfél óránk. Hát, hogy ezt ott még pár száz pontot kiszedünk. Jó is. Terminálocska. Szevageri, hali-hali. Igen. Mostam ezeket, nézzük, jó. Tényleg mennyire sok ilyen kérdés volt évek ezelőtt. Yes! Jó, Pazsi, sajnos, vagy nem én vagyok, de nyugi ezt a kérdést, 19 éve megkérdezik, és jól esetleg majd napig feljön a kérdés. Igen. Igen, sokféle dózerpapa van, de dózerpapa nálunk itt az egyetlen. Dózer az egy pontot, és ő másik. Volt már Pennel úgy sokkal, igen, az már megvan, szerencsére. Ez a már jók vagyunk. Hát most mögöttünk is vannak, nagyon szépet ugrunk. Yes. Melyik részére esel, bal vagy jobb? Bal. Hát nekem a jobbra. Bal,
Hát persze, 26 hit. Na, most is szórakozol velem, hogy egy milliméterrel a gyereket meglőm sotól és nem hal bele. Nem akarom menni össze a játékot. Nincsen semmi a palinak. Rámegyek, egy centiről sotival ellövöm. Alul van a másik oldalt a hullámon. Ez hogy nem hal meg? Ő meg ugye felvesz egy másik sotit, és ő meg egy gólyóval vissza ugyanúgy meg lenokkol. Hát, hogy így van. Azt mondod, hogy jó a soti? Az övé jobb ezek szerint, úgy látszik. Kett. Azután mozdult maga onnan az öcskös. Nem hallom. Most utolgat még egy kicsi szaladgál. Flergenocska. Bennem van, hogy szobába kempel azóta is. Sarokba ücsörök sotival. Biztos lehet van. Nincs valami molód rá, vagy valami? Nincs. Mondtam, hogy elszaladt volna. Az a baj, nem hallottam elszaladni. Valamit hallottam amúgy. Nem. Hát már elszaladt a kis barát. Ó, de hát hova? Hát erre. Erre okay, valahova. Idő. Nem akart fájtolni veled. Fél a sotittól. Ja, tök ijesztő vagyok, igen. Jobbra kint lép. Azt, hogy valaki kezdődj a játék, mert a fejbe lőttem. Hát várjál, az én sebzésem lesz a kíváncsi, hogy ott mit ír ki. Egy shot ülő, és a másodikkal lehet, hogy misszeltem, de hát az egyik egy centiről ellőttem a gyereket. És meg ugyanúgy egy centiről lőtt el, és abban meg belehaltam. Tehát, hogy így 8 van. Igen. 122. Csak hogy lőtt rám többet? Lehet volna, mert egy kevót. Volt rajta kevó, rajta meg nem volt. Régó. Hát úgy látszik, hogy ez... Azt mondta, ez az egy perc meg se történt. Szomorú? Az igen. Is, utána elfutott, az begugolt a sarokba, és ő ott. Bekakott. Várják, a terminálra nem ugranak senki, ez már kiderült. Akkor hova jönnek sokan? Yongcheon? Elején? Elején első nagyváros, hogy adtunk át a shipyardra, biztos nem? Ki ugrana oda? Hát ja, talán Jongot megnézhetjük. Jongozzunk egyet, az jó város. Szülén, erre beesünk, aztán befele minden irányba lekenjük őket. Ez is kemény basszus, hogy most nem volt elég neki egy fejes sotiva. Hát jó, de mondjuk most egy picit azért távolabb volt. Én valami 1 milliméterre voltam tőle. Úgy az arcába mentem, sotit odaraktam az arcába, lenyomtam a bal klikket, szaladt tovább a második, mert olyan közel volt, hogy én is nyomtam a kettőt, az odébb ment. Betárazott egy golyót bele, és visszafele az övé meglekent. Oksa. Nem baj. 4, 6, 8. Ez sok, itt meg lehet a 7. Ez most a fehérházamra esik. Egy háztetőre érkeztem, ahol kajak, nincsen loot. Ben, haló? Parancsol.
Odafut a társához. Mit csinál? Hoj. Ez a koplérek. Citrom maga. Megvan. Hallottam is volt valamikor. Új citromon. Bal oldalt is vannak. Ja. Hú, nagyon sokan vannak még. Mindig megvan. Nem havert, te egy jó játékos vagy ott. Nagyon jó, lejövött a tőre. Egyben van citromon alul. Magad nálad is vannak, ahogy hallom. Egyet a narancson fejbe lőttem. Ugye most a narancson gugol a kerítésnél, egy szembe van az épületbe. Előttem kiugrott a gyerek. Jaj! Aha, azt lövett hátba? Aha, de nem találtam el. Mindenhova lövöldözök már. Igen, most én is egy helyre letalpaltam és lövöldözök. A gyerek a narancsról píkelget. Igen. Na nem, most kajak megállt a kerítés. Na. Állj már meg egy kicsit. Jó, végre megszalad. Toszkópot hozok neked. Ott van narancson társa szerintem. Ez lehet, hogy igen, onnan akart ide futni el. Megálltam, Balos lőtted le? Aha, Balos. Megálltam. Citromon fent. Skinédelem. Vagy lent, vagy nem tudom hol. Fönt szentem. Szerintem nokkoltam. Igen. Lehet, hogy lent vigyázz. Társa lent volt, ő fönt. Odát vannak. Nem tudom honnan nokkolták. Hogy lehet ennek az... Szembe lépnek vele. Kívülről lehet csak. Vannak. Jobb oldalt ennek felső valahol. Ha? Lent, velem szembe. Ja, lent lehet. Nédal, jó, sziasztok. Valami műve háromszor, kétszer. Hát, aki fut hátul, ki tudott menni hátul sajnos. Ja. Előtte vagy? Igen. A kentét, meg másik csapat jön rám. Egy duó itt van, nagyon közel. North irányba. C4-et dobott rám. Jobbra elfutottam be. Ugye mögé megy. Társ meg. Még benne a vízbe előtt. Hova vár ugye a spalom. Megvan a társa? Aha, nice. Aha. Három vannak kill? Még? Nálam öt. Gyerekek. Hát még hátul, hátra fel lehetnek, de... Hát, volt egy dragunovas, ezt megöltük már. Nálam van egy dragunov, de nem tudom, ja, hogy nem. Töltünk. Egy ember volt, aki dragunovas volt, és azt nem találom. Valaki biztos hiányzik, hogy nincs dragunov. Ah,
Nem 24 van. Hol? Ennél karocska van. Nem tudom, hogy hullából szedtem ki a Dragunovot, vagy honnan. Nem rémlik most. Nem, te már marabb lövöldöztél azzal. Csak valaki ide nokkolt ezt a gyereket szerintem, aki itt volt valahol. Hát itt a fönti gyereket kéne megnézni, de nem? Itt dobtam ki a 6-os szkópokat, ha még nem találtad volna meg őket. Meg vagyok, köszi, találtam nyomozást. Még egy helyre bemegyek, szétnézek. Várj, lövöldözök hát, ha ide jönnek. Épp bárki is, bármi. Nem. Bozgassa. Hát, most lehet kivenni a tetőre neki. Milyen settings-en játszom. Very low minden, textúra meg ultra, color meg fel van húzva. Mutáns, nem jó. Hát százas brightness-en vagyok. Mutáns. Az se rossz. Hát amúgy meg vagyunk. De találtam egy talán előttem léptek, nem biztos. Előttem az egy ilyen 200 west irányába. Igen. Baj. Látok senkit, tetőn vagyok. Ugye kikukkantok. Nem. Lehet csak valami szösz volt. Hát extra beállításom nincsen flashnál, ez most egy napos izé tégó. Lehet azért látod olyan nagyon világosnak. Mindegy, ott van egy kocsi, azzal mehetem. Yep. Na hát akkor Dragunovval lehet hentelgetni. Ez most csak benne volt a 7 percben, nem? Ez biztos. Ez 100%. Hát egy hodropra leugrunk egy városra, és ott fájt, amikor ott nincs meg 7 perc alatt, az mondjuk azért para. Mibe is ragad? Ja, másik korlátot említette ki. Színbeállítások mások. Hát full, mondom, a Digital Vibrance van 75-re felhúzva, az ugye csak a színeket erősíti meg, attól nem lesz világosabb. Szóval a kávés fiú. Hát, mehetünk volna itt a hídom. Hát menjünk. Azon nem újjam. Dóri hidazni akar, akkor hidazunk. Hát jön, mert utána már szar lesz átmenni bárhol. Nem akar ez újra elindulni? Nem kempelik, ugye? Nem. Akkor jó. Akkor gyógyszerezd magad, úgyis kell. Igen. Hát az simán lehet flashnál, hát az OLED-en másképp látod a dolgokat. Köszi az infót, repcsüde. Ja, ez így nagyon nehéz belőni, hogy a chaten láttok valamilyen embert, én meg nem látom, akkor azt leinfózni, hogy hol volt. Talán ez irányokkal lehet, hogy South irányba, de hát ugye ti meg nem azt nézitek. Nem veszed észre az SMG-knél a különbséget? Hát mert még nincsen bent az éles játékba. Még csak a arcade módba, SMG labs-be, hogyha bemész, ott van benne, az még az élesben nincs bent. Tehát még jó, hogy nem veszed észre őket, mert a rendes meccs... Ja, nem erre kell jönni. Mindegy, teljesen. És mindegy, márra megyünk. Megnézzük, ott fishing camnél a hidat, ott szokott lenni egy kis puty-puty. Kritis. Megérkeztünk, de... rossz házba. Nem bekopogtunk. Igen. Hát vannak itt. Vannak. Itt van egy centire az arcomba. Szerintem. Hát nem kusz. Fejbe lövöm, húsít, meg... Nulla HP-val érte túl a gyerek. Nem. Hát az halál. Tehát, hogy... nulla HP-ja volt a Palinak. Nesztre. Ez a mai napom. Ami az volt a durva, hogy tudtam, hogy itt van a gyerek, Prefire-be mentem ki, és a nagypapi közel reeltüntette a vektoromat.
Mindegy, 70 pont megvan. Ez megnézem neked az időt, hogy... Te öltöd meg az ucsót, vagy én? Én öltem meg a társát. De mindjárt megnézem. 5.34, akkor jók vagyunk, az még benne van. Kügrok, most dob egyszer. Jó, jó. Oksa. Mi nincs javítva? Érdekel, hát hogy élte túl? Te mi ez? Te szanál! Ez rán egy itt van, jó? Nem tudom miért. Uvergrid, az most tökéletes lesz. Na nézzük, Dórit bekövetjük, megnézzük, miért ugrik. Mindig iszok egy kis vizecskét. Hát az a baj, hogyha rosszat ugrasz, az nem azért van, mert én is rosszat ugrok. Tudom, azért van, mert a... ez a követői mód, ez össze-vissza. Nyitottam! Na, megyek. Mindjárt ott vagyok rá. Azt remélem tudod, hogy mivel követtelek, így nekem is kinyitotta. Szerintem van esélyünk, nem? Nem is sokan. Nézzen, 2, 4, 6, 8. Hát, ez meg se lenne. Na, hagyjuk is. Akkor gyeressünk ide a narancsra. Igen. Az ott nekünk nagyon jó. Hűha! Levegőből nehéz dobálózni. De nyugi, én is csináltam már ilyet. A legjobbakkal is előfordul. Nincs ilyen challenge, hogy levegőből spotolni. De amúgy van egy ilyen challenge, minél többet ugrasz ejtőernyővel, annál több pontot kapsz. Méterenként 0,1 pont. Van ilyen. Jó, ha Isten, hát ez jó volt. Ez jó volt, igen. Mi ez? Csak egy fatos, hogy rányomta az F-re. Úgy is van. Azt mondta az ujjam, hogy akkor most megnyomjuk. Na, van is egy M24-em, mehetünk is. Go! Alén voltam, ott volt egy izé neked. Kala, itt is van, meg van ész is. Van ész. Is van. Találtam. Van AUG, hogyha kell, nem tudom kell. Very nice. Így a szkópod van? Nincs, az jön. Akkor hozom. Van, nem kell, köszi. Gyorsan történnek itt a csereberék. Igen. Hát túl sok fájtot nem hallottam még ott bent. Az jó, mert akkor minden nekünk marad. Na, akkor puti. De amikor ugrottunk le, akkor láttam, hogy a két hangár között volt egy füst, ennyit láttam. Így lesz a ki rekord? Hát mindjárt kiderül. Szóval Laci, tegnap te kötelezett bolszos láda nyitás? Nice. Rolly King. Híres Rolly. Bepusolunk ide. Hát így szépen jobbról balra. Tittunk.
Hogy úgy lövöldözzetek, csak nagyon jól. Lép kívül. Majdnem nice. Téged lőtte le. De csak majdnem. De csak majdnem. Van benne first aid. Mert kitelek, hogy gyorsan tudjak tovább menni. Kívül a barna épület előtt smoke. Hoppá, laggolok, vagy valami van. Na. Nyilván. Nyilván ilyenkor. Igen. Megjön ez a homok is. Ez most nagyon jó. Egy elfeküdt a narancspilen. Hú, de jó, hogy hátba lőtted szél. Tomhatásan. Itt van előttem valahol, itt. Igen. Húszik, mászik. Hát... kétszer előttem a huggal, tört a kevon, fut el balra, hát felmászik rám, szép. No. Vigyázz, még a narancspinem vannak, ketten. Még az egyiket szétlőttem, az lovos volt. Hogy itt van a tetelni a kis cuki? Persze. Na, hány killünk van? Három. Nekem egy, neked kettő, három, még ketten vannak. És ők jönnek hátulról is, ja. Oké, egy, no, hát ezek kimentek a... Valaki buszozik, van lassága. Ott. Itt van. A googolgató helyen. Hol a másik csapat? Vagy már lekenték ki őket? Szerintem ők visszajöttek ide, olyan laggolsz. Egyik nokkos sziklán. Szóval. Nincs gránátom. Pika? Nem pika? Felvett a hátára. Talán egy smallba kerül, igen? Igen. De ők fájtoltak a másik csapattal, nem? Ja, igen. Most ért véget a 7 perc. Pont most vagyunk. Itt egy hullát látok. Na mindegy. Dragnovat kell szerezni, aztán azzal lövöldözni messzire mindenkit. Nézzük, hogy nekik volt-e. Egyik az aztán karos volt. Ennek karja volt, ja. Itt van benne előttem a barnába alul. Lép. Jobb oldalt, aha. Jobb oldalt pékő. Jövök, jövök. Busszal terel. Ah, de amúgy ott van bent. Szóval rám pékő. Felfut, hátra fele. Nem tudom, mit sem. Amíg benn van. Ó, oh, kívül van. Nem? Vaj? Nem biztos? Itt nincs. Hát átugrottam szegénynek a soti lövését. Ja. Nem tudtál ezt leridelni. Kukolva mászkált bent, hallod? Ja, ja. Kemény volt. Na jó van. Oké. Okay. Hát itt sincs van gondolom. Nem, nem, ez már, már most... Hát még csak most van 3 killem. Neked nem tudom mennyi van. 4. Hát jad ez van, a... Ja. Maybe ez late. Ja. Jó. Ja. Ilyestünk.
Az úr, hogy megint nincs Dragonovunk vágod. Ennek itt se volt. Hát, mehetünk busszal tovább. Ja, kiveszem ezt a... Hol volt ez a hullós itt? Inkább a karmos, mint az M24. Ez egy ilyen taladgat, izé. Hát. Micsoda buszocska. Szerintem, hogy a narancspinről jöttek ők fel a busszal. Gondoltam, oda lemehettünk volna lootolni Dragunovot, de... Hát itt San Martinba kéne fájtolni egy izér. Dragunovér. Biztos van nekik Dragunovjuk. Van, az a lövöldözgetve, ja, mondom. Jobbra fent is van, de balosra lentire kéne rágurulni. Ja, fent ott. Szerintem a túloldalba. Mesbén, hogyha nem bav, az játszik. Kilépett a betonból. Így Bali jött helyette. Mögöttünk kocsi az úton. Na? Hol lesznek vajon a 8 szintbe? Itt nem... Nem nagyon lootolt a sztori. Fajlok. Oksa. Hallasz bármit? Valamit hallottam, de azt, hogy mit, azt nem tudom. Mi történt? Andrissal nézeteltérésük volt, aztán pont ebben nem kér. Ott szemben, abba. Jaj, hát ki jó. Ez itt? Mi? Itt egy Dragunov, ja. Ú, de jó. Igen. Fentről lőnek téged. Atya szent isten! Fejeltek. Én is előttem a gyereket. Dropra vagy valami, értem. Ott hírága. Jó. Csak egyet látok, a társát nem látom. Fel van a betonba. Vagy nem fej. Nyakon lőttem, az most hílen. Ezért. Csak az, az nem tűnt fel nekik, hogy megírjuk. Azt most előbb van, figyelj. Viccetem! Igen. Hogy tudok ilyet misszelni? Narancspin pedig píkelged, de... Ó, társa meg balról. Jaj! Gyere, gyere! Jó, ez... Még lehet diszkvalifikálni a Dynamic 5, mert nem tudnak lejönni a LAN-ra. Miközben ez egy LAN verseny. LAN-ra nem tudnak lejönni, akkor úgy nem játszhatnak tovább. Lejönnek a LAN-ra, játszhatnak tovább. Hát itt most bejöttünk a buliba ismét. Csak az a baj, hogy bármiketlen okkoljuk, semmi értelme, hogy meg fel tudják szedni. Hát az a baj, innen nem is lehet kilőni, ugye, arra az épületre. Igen. Én egy új sapit szereznem. Igen, nekem is, de jó, az az egyes. Na? Elhittem pedig. Narancspéka. Már valaki megint lefejelt báj. Én ezt nem akarom elhinni. Nokkolodni fog. Nem szabad. Ő fog. Csokolokkal, mit csinálsz? Á, jobb oldal, szól narancsba. Narancspinő fejbe lőttem. Hát nekem 6 lőszerem van. Lőszerem van sajna.
Nekem se sokkal több. Hát, leszűkült a körrollunk, tehát mi mehetünk is tovább. Hogy tudnak ennyit bennülni egy városba? Ez nagyon durva. Hát ugyanezt csináljuk mi is. Hát jó, de mi úgy jöttünk, tehát... Az igaz. Ez egy picit más. Mielőtt lefájtoltunk egy rohadt embert, érted? Ilyen grafika, very low. Textúra meg ultra. Abba is. Ja, onnan pékeltem. Hát, nice. Na, kedli a narancson. Csak menne tovább a kvadjukkal. Köszönjük szépen. Yes, fent ott már egy citromon. Csak most bekossolna? Hát ez egy szóló gyerek jött ide, a társa az egy HP-val ott maradt. Ott hagyta a társát. Hát a szóló ezt letarthatjuk. Megtaláljuk. Jaj, fentről is ide lőnek. Ó, oh, god. Valakit ide nokkoltak ráadásul. Ja, ez... Igen, ide nokkoltak az egyiket, a másik pedig valahol hátrébb van. Hát... Jaj! Nem az ajtó irányába indultam. Egy lett dragonolva, plusz 10 pont. Shopping mondjuk nincsen. Hát most már nekem sincs végké. Előbb felvettem egy HP és 2-es és akkor eltűnt. Nem sem lesz, úgyhogy menjünk. Ó, most lootolja a spanyek. El van lőve, ott volt hátul. Meghalt. Biztos? Ez volt igen, az? Igen. Szerintem igen. Igen. Hát ennek sem van a sepikája. Hírecskéje? Hoztam majd adok, hogyha kell. Ha én hírügyileg jól állok, menjünk tovább aztán majd. Ja, mehetünk. Jó, ez a busz. Kerültem? Persze. Még szembe is vannak. Előttünk szóval. Ó, baker. Nem baj, átvegyünk rajtuk. Figyeld be. Hát, valószínűleg már eléptek. Akkor is szunkoltak és elmentek. Remélem. Nézni, hát, hogy bekint ja, a kékbe. Lejjebb fájtolna. Sokolokó jég. Valahol itt, bejjebb. Először jussunk be, aztán a fájtolunk. Jó. Ja. Sankocsi előttünk. Van abban. Ó, szemben is vannak. Baj, nem bírok kirőni a kocsiban. Ó, gyerekek, itt mindenki külön kívül kempelni. Easy. Én bemegyek a körről, mit szólsz hozzá? Jó. Mindenhol vannak le. Innen nem lőttek, ez jónak néz ki. Mindenhol vannak, csak itt nincsen. Buszhoznak magad. Hova buszhozik? Hát, még a izékbe lehetnek, ugye itt mögöttünk a hangár, meg ezek azokat nem tisztáztuk. Hát, ugye nem pékált senki. Hát még. Összámegy jön a meglepi. Nédelgetnek a narancson. Narancson nagyon fájtolna. Jók a
hangárban, sisakér, mert azóta sincs. Van, mert dragonom is van. Motor is. Ezt lelőtted? Ne, felettem, nem. Ja. Kiugrott. Mindjárt lövöm a gyereket. Szórakoztok velem egy... Az utolsó bolyóra lövöm csak el. Úgy lesz én. Ugyanott van a fánál meg. Nem. Megfáll, de a hangárba lőnek hátba téged el. On. Mi? Asszusz. Citromba van bent. Jó, még ott pont benne van. Valaki elmondaná, hogy mi történik amúgy. Ezt letártad egy picit, közelebb futok, kimalózom. Okay. Nem tudom, hogy solo player-e vagy mi. Nem tudom értelmesen tartani. Tényleg, szép. Lefogta és lefeküdte. Mert akkor nem tudott előni. Nem akarom elhinni, hogy még nyilván kijött. Ja. Tópenen ott van, narancson. Mennünk kell amúgy. Ja. Yeah. Busz az át. A busz az jó. Ja, busz azzal. Ó, messzire lőne, de itt mellettünk van a citromon. Ja, ott van, de még felmászok a tetőre, onnan még lövöldözök egy kicsit. Sokan bomb nincsen, az a baj. Jobbra ott a smoke-nál, figyelj! Igen, ott vannak. Nem tudom, hol kell lőni, rán sajnálom. Nem tudom, hogy honnan lőttek el engem. Mindenhonnan. Hát, benyomok egy medkitet, aztán menjünk a busszal. Ja, tartom azokat, de már ott futnak citrom. Vagy fussanak majd később. Gyere, menjünk. Ez a kérdés, hogy most hova menjünk be. Hát, balra sülnek jobbra is. Nem csak így elé, majd itt megállunk, az valahol. Most látja. Ezért picit érdekes. Igen, ezért most annyira nem jó nekünk. Mert a busz a hátrébb legurulok, hogy ott. Maradjunk itt, aztán majd... Felhatszok. Hát balra megy jobbra. Yes. Bocsi. Szép, nem baj. Legalább solo player volt. Még kint kocsizik valaki. Ne idegesítse már. Mondom. Nem is tudna bejönni. Na, most esett ki, most halt majd. Ugye jó a körünk kappa. Ott nem, talán. Biztos. Négyen vannak már csak, az nem olyan sok. Előtte meg is. Mindjárt jövök feléd. Itt van hármas kevó, hogyha kéne, gyönyörű. Ez meghalt. Hármas kevó kell? Ja, vagy hát mindegy van, amúgy mindegy nem. Hullos. Felettem valahol jobbra. Nem voltak jobbra, azok pusholni fognak. Dobjak miért kitet? Van. Akkor se. Mindjárt kinézek, hogy ezek jönnek-e.
Nem jöttek, ott maradtak túloldal. Rancsbi nem voltak, viszont menni kell befele, dobálnak füstöket. Be tudom menni balra, nem? Csak még egy solo player ugye hiányzik. Beveszem mindjárt a jelölés. Még ez a solo player zavar, ezt kéne megkeresni. Na a kocsi ne? Ott. Aha. Mindjárt oldalba levem. Jó. Hát, ha kipíkel. Aha, várjál, hátba ott a solo gyerek, a narancs. Aha, egyet most knockkal. Megölte. Akkor egy ilyen. Itt előttem narancson. Ott van még. Narancsnál lesz köbe. Smoke-nál. Ja, ott fekszik. Hát nem tudtuk volna ezt le... Mindegy. Nem tudtuk volna lepenelni, mert nem volt flash-em. Mert nem tudom, hogy neked lett volna. Inkább arra mentem, hogy draguval legyen meg. Very nice. Akkor is fejeztettem volna, és draguval mindegy. Nem baj. A lényeg, hogy van. Meg yes. Lesz, hogy meghaltak, hogy mit tudom én. Na hát nem tudom, mennyit írunk le Dragonovval, amúgy annyira nem sok, nem? De nem tudom, nekem... Kettő maximum. Ugye megnézzük. 8. Hát amúgy volt killünk bőven. Nekem 3. Akkor 30 pont. Meg amúgy... Ja, az early-ben ez volt a necces, vagy inkább a nem? Ugye, ja, ez a match history. Ez volt a necces. Nem mondott komolyan. 7-0-3, meg 8-0-5. 7-0-3, ja. Mert mindegy, akkor az biztos, hogy nincs meg. Annyira necces, hogy no. Very nice, Gigi. Nice fly. Köszi, köszi, Szeva Tomi. Ránk fért egy win. Yes. Sok, sok csodás game után. Igen. Itt kezdődik a... Az igazi menet, amikor az elején a lehető legrosszabbul is kihozzuk a legtöbbet, meg aztán végig menetelünk, ez jó volt. Mi lesz az ebéd? Ó, hát ez még nagyon odébb van, de most rendeltünk kaját előre. Nem tudom már, mit rendeltem, hogy napra valószínűleg csirkemell, zöldségrizssel. Mert azt hiszem a mai napra rendeltem brassóit, azt szerintem brassói lesz pont. Level 2-re tudtad felhúzni a fegyót? Hát nem baj, Laci, hát az is több, mint a semmi, úgyhogy te ingyen nyitottad ki, mert nem költöttél a játékra pénzt, és ha ingyen is tudsz ilyeneket csinálni, az teljesen jó. Ez a srácok, én most ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Konzolon van creator kód. Ha beléptek konzolon a PUBG-be, és ott a store-bot, látjátok a creator kód opciót ott ti? Azt tudjátok használni? Ez hogy működik? Nem tudom elképzelni, mert van csomó olyan streamer, akik érted, konzolon streamelik a PUBG-t, és új partnerek, akkor nekik nincsen creator program lehetőségük. Ez nagyon durva. Párom is játszik? Igen, Jenny szokott játszani. Most akivel játszok, ő Dóri, ő Kontinak a párja. Jennyvel szoktunk játszogatni hébe-hóba. Nagyon régen loloztunk sokat, most múltkor R6-oztunk. Ő a PUBG-t annyira nem szereti. Meg ő most a melóját nyomatja ezerrel. Hát, ez Narosz a legdurvább, nem? Vagy Lumbi? Menjem, Narosz, Narosz. Ú, micsoda naroszozás. Figyeld. Na jó, miért a Narosz? Azt most kieszik Naroszba. Tehát tejszínes gombás csirke ragú készül ebédre. Az igen. Akkor a Konti főz. Tegnap főztem. Hagyjatok. Tegnap főztem, az még mára jó. Nálunk nincs minden nap főzés, csak néha. Hoppá, valakik lepottyantak. Hát azon nagyon a legelején, hát mit csináltak azok? Itt felettem, nagyon felettem van. Egy lehet, hogy bejön. Narancsba jön? Bejövök narancsba, jó? Gyere be narancsba. Lehet, hogy egy dual-től függetlenül próbálkozik. Az egy kis fegyver. Szut táska. Elég huncut volt. Nem biztos, hogy boldog.
tört valaki. Ott pacal van, very nice, az is jó. Jöjjön rá. Hát ő megpróbálta. Megmegy. Hogy gyerekek? Jó. Próbálkozni szabad. Dávid a követés, sziasztok! Úristen, ennyi effet nyomkodni. Jézusom. Na merre vannak még? Lehet hozzánk csatlakozni, az a baj, hogy nem rengden szoktad nyomni. Hát mi se játszunk rengdet. Normálozni szoktunk. Gyere fel a Discord szeróra, Tomi. Gyere fel Twitch-re, kezdjük ott az egészet. Twitch-en beírod, hogy felkért egy DC. Jövök oda hozzád, Dóri. Vész a Discordomra, és ott rengetegen vannak, akik játszótársat keresnek a PUBG-be, és tud velük játszani. Meg este pont nézőjáték lesz, tehát oda is tudsz jönni, ha akarsz. Mellettem a nagy épület, az lépkedett, az biztos. Igen. Egy négyet felszedek, és jövök is. Itt vagyok a közelbe. Nem látom. Bal oldalsó. Ja, balosba van? Hát nem tudom eldönteni. Ah, balos abba. Ó, na lehet kiment a tetőre. Hát akkor. Ja. Kirobbantam. 50% HP is. Biztos, hogy heal-el. Mehetünk is kire. Hol a tetőjárat? Á, túloldalról lehet csak menni. De labirintus. Nem közel van. Kettő. Lefeküdt szerintem. A doboz tetején el. Nem ezt szedi magát, nem ezt szedi magát. Kettőt hallottam már. Tatásra nem tudom, hogy hol van, de most inkább lelövöm, mint hogy eljátszom ugyanazt, mint az előbb. Nem esett olyan jól, hogy visszak legyek. Onnan pékel. Az emberünk az álmazamba, abba is ide tart. Nagyon jó. Szerintem? Hát be kell healenem, utána tudok csak menni. Mókol, ott fog átfutni szerintem. Én nem is tudom. Még más is van. Ez velem szembe a tetőn. Jó, meg másik irányba is vannak. És jön a vihar. Azon a tetőn most. Kitáltam? Szép. Noki. De hát hagyjál már! Hol a spanyol, ezt nem látom. Nem álmodtad, ez igaz, igaz, igaz. Szia, Tibi. Ki van tetőn? Nem? Igen. Hát leugrok, feldobok egy négyet oda. Very nice, let's go. De valaki más is négy által, szerintem. Én dobáltam. Az elsőt is? A legelső? Hát én hármat dobtam. Akkor ja. Hát lett vagy a képernyőm széle ott. Még itt mellettünk a nagyságában van. Igen. Szeretnék mozogni. Az a smoke az jó volt bár, csak az itt ilyenkor nem hatásos. Ez látod igaz? Meddig tart ez a jóság? Nagyon sokáig. Hát... az jó. Hát így gondolom, itt vannak még a narancsba azóta is. Hát biztos, hogy ebben. Sőt, még valaki? Hát. Sőt, hallom, hogy itt lép bent. Valaki elfújna ezt a vihart? Medve leütött egyet. Véget ért a vihar. Erre én csapla. Egy noki. Jó, szerintem jobb hátul van.
Úton, jobbra, amerre nézel most, igen, ott van. Léda, viszont állítáltam, nagyon okay. Szép. Ugyas vagy, ugyas, král, bom. Ezt finisselem, hogy legyen meg a hét. Hát, ha ez valahonnan balra? Igen. Háztető? Benne van. Ja, nem, benne. Előttem nyakon. Bílel. Bent? Bent volt, bent. Figyeljszik ez a gránáttal? Hílelek. Abba van, abba. Nice. Hát, Dragunov is van, 7 kill is van. Ez biztos, hogy nem. Azt mondod? Mondjuk, nem, lehet, hogy pont nincs. Neked mennyi killed van? 2 csak, amúgy. Az elsőt azt mikor ölted? Hallod, ezt honnan tudja? Hát az elején? Az elején lőtted, akkor meg vagyunk amúgy. Mert nekem van 7, ugye ez volt a 7. Tehát 6 volt, tehát 6 meg 1, ez már 7. Úton kocsi, baró, nekem baró. Tudja, 26. És jön? Ja, bánattal öltem. Mikor tudi? Hát én nem tudom. Rövid távú memóriában, bocs. Jó. Hát majd mennyitjük utána. Mennyitjük. Annak sincs Dragunovja. Hello, SLR. Cseleres maki. Mini, Nem igazán. Ja, nekem csak az volt az első killem, hát ez baj. Hát nem baj, mert meg vagyunk szerintem így is közben. Nem mehetünk tovább. Közben kiváltották a vízi vesztot, iszunk is. Egi. Ja, ott a kocsi. Ott van egy másik kocsi. Mehetünk kettővel is, nincs jelentősége. Na, csak az övékért futottam. Na! Az igen. Nagy bebételt. Meg már felkészítünk, vezetett. Vizét. De nem már mind a kettő egy HP, és mind a kettőt 8000-szer előttem. Hát, nokkolódik is. Nem, pont be. Az Isten itt. Hát, sajnálom. Nem baj. Ennél jobban nem lehetett volna csinálni, mert meg lett a 7 perc alatt a 7 kill, meg a Dragunov killnek, mert a kövi ugyanez. Konkrétan ez a legjobb így, amikor 10 percnél véget ér, és megvan minden, ami kell. De azért ránézek erre a cuccosra. A csisztori, normál. Hát egyet öltem 5-nél. Hát nekem 6.41-nél volt 2, 6.49, nem mondott 7.00, akkor lett meg egy killem. Ez hányadik? 7.00, az pont a 6. Tehát nekem az a 6, neked meg ugye, ha van egy az elején, akkor... Nem van egy az elején. Hát 7 perc alatt, ez pont 7 az perc. Ez benne van a 7 percben. Ez benne. Ha ezt nem adják, akkor semmi. Hát de nem. Hát nem tudom. Ja, utána nekem 7 perc, nem tudom. Utána körül vagy, mennyi volt. Ja. Warzone-ozni szoktam? Nem. Ezt nem nyomatom. Én challenge-et csinálom, mi a lényege? Hát ilyen PUBG partner challenge, beírtam a chatre egy parancsot, ott van egy kép, és ott meg tudod nézni, többféle challenge van, és akkor egy hiten keresztül pontokat kell gyűjteni, meg farmolni. 7 perc alatt öljél heted, dob le pennel az úcsód, minden Dragunov kill is pontot ér, meg ilyenek igazából elég jó. És akkor top 10-et díjazzák. Közben TikTokon köszít a támogatásokat, a rózsákat, szíveket, peneket, GG-ket, mindent. Szia Bláj, sziasztok, nézzük ki a társam. A társamat itt látod ugye bal alul. Hol van? Itt látod bal alul. Ott van a neve. Mondjuk ez TikTokon, akik nézik a TikTok streamet, nem értik, mit csinálok, de Twitch-en meg YouTube-on értitek. Dórinak a párja, PUBG partner ő is. Amint Dórinak a párja? Ez egy jó mondat volt. Conti-nak a párja. Ennyi igazából. PUBG partner challenge-et nyomatunk közösen. Ó, ez a legjobb, ez a repülő. Ki kell nyitni fent, és akkor onnan nagyon jó kör lesz, én már látom előre. Igen, jó. Látom, nem múlik.
Na, let's go. Szóval ipse, csumi csumi. Most tudod meg, hogy Dóri Kontival együtt van? Hát, velkem. Vannak, akik nem tudják. Hát jó, hát van. Baj. Lassan 6 év. Rendezni szoktam? Évvel. Nope. Nem szeretem, mert túl tryhard. Emberek a védüket is szétizzadják a rankjukért. Én meg inkább csak Norralval szeretnék játszani. Ez a Conti? Hát ő is Twitch-en streamel mindenféle játékokat. PUBG-zett sokat ő is 5 éve, de aztán azt ő már abba hagyta. Aztán mit tudom én, sztori játékokat nyomat. Speedrunokat csinál. Ennyi igazából. Twitch streamer. De úgyis mondhatnám, hogy a Dórinak a párja. És akkor úgy mehet, ha tudjátok. Na nézzük, hát 12 óra van, akkor lehet ez lesz az utcsó meccs, hogyha ez egy hosszú lesz, hanem akkor még egy hot drop belefér. Jajaj, jönnek. Nem húzzuk ide jobb oda a sóbarna épületre? Húzzuk. Vissza tetőre? Nem, alul megyek be. Tehát sok fegyó van. Van dragon, van, csak nincsen szkópom. Itt van fenn még egy, neked is. Nice. Ez a baj, se kevóm, se sapim. Itt van kevó. Köptes. Emeletem van bent jobbra a kis szobába. Ja, szkópom. Jobb oldali hangárban most futottak át. Hol jövök be? Sajják a másikat. Most fájtolnak. Hogy picivel jobbat ugranék amúgy, és olyan vállalható lenne ez a... Nem baj, jó ez így. Vannak ezek. Jobb oldalt itt van közel. Hát nem lehet lenokkolni a gyereket Dragunovval. Jobb oldalán van bent. Gránátozik, vagy te? Én. Az igen. Gyere csak. Hova lövök akkor, gyerekek? De most komolyan. Ez egy szupersztár volt gyere, ez a gyerek. Zomból visszapíkelgetett rám, de nem lehetett lerakni. Pedig direkt mondom, Dragunovval lövök, mondjuk ez még jobb is volt, mint a Mikrózi. De egyszerűen szerintem minden golyót mellé ment. 76-öt lőttem rá, sebeztem én másra, nem. Tehát az egy test-test kapott, az... Ez kevés, 76, egy hit. Hát ez nem fej. Persze, mehet. Még egy jó csót kéne nyomni, még egy jó 70 pontot szedjünk össze, aztán az úgy jó is a mai napra. És akkor még holnap délelőtt lesz egy hasonló. Ja, nem délelőtt, kora délután. Viszont várjál, hogyha Dóri azt mondta, hogy hát ő csak fél egytől van, vagy déltől van. Ja, megnézem, hogy a menetrendben mi van beírva. Menetrend... PUBG, aha, 9 óra van bérve, akkor ez viszont nem valid, akkor ezt nem kell írni. Viszont a Fortnite verseny az már fix, hogy megvan. Az már nem kérdőjeles, az már felkiáltójeles. Hétvégén lesz szombatosabb egy Fortnite verseny. És akkor a pénteki stream az, hát akkor 12, az délbe kezdődik. És akkor azt nyomatjuk addig, amíg a többiekkel nem pracolunk délután. Ja, hát ezt szerintem ez egy 4 óra biztos lesz a holnapi stream is. Lesz valami esélyt arra, hogy rengbe lesz újra szóló idő? Át nem hiszem. Eddig nem rakták be, valószínűleg ezután se fogják, mivel relatív ugye a pályaválasztás se hozzák vissza, mert hogy kevés a player base, aztán nem fognak reng szóló duót berakni, mert a duó alapból se volt benne soha szóló, meg volt benne, de ugye annyira kevesen játszották, hogy kivették.
Ugye az is még jobban feldarabolja a player base-t. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy lesz rend szóló duó. Hát max akkor, hogyha brutál sokan elkezdenek a játékkal játszani, és dupla akkor lesz a player base, amire hát nem sok esélyt látok. Tudod, mi lesz ebből? Egyértelmű. Kedvencünk. Na, let's go. Nyomjunk két kiat az elején. Dragunovval megnyerjük, aztán meg is vagyunk a mai napra. Több száz pontot kifarmolhatunk ma is. Haladunk felfele a leaderboardon. Tabellán. Nem haladunk, hát nem tudunk lenni feljebben, de elsők vagyunk, ne idegesíts. Azt mondjuk kemény. Fix első. A viccelj. Ne viccelj. Most úgy csomótkor sem ment reggelig. Hát majd holnap megy déltől 4-ig, 5-ig, 6-ig, vagy valami ilyesmi, ameddig bírjuk. Igen, igen. Most viszont azt hiszem a legjobbat ugrottam, picit hamar nyomtam. Hát ide előre vagyunk jó. Ide előre nagyon jó vagyunk. Xboxon miért nincs FPP szóló, meg duó? Hát mert konzolon mindenki külső nézetes módot játszik. Vagyok ennek a bal oldalára, jobbra melléd megjön egy kis házba. Megvettem is a hangárba. Virági helyez most, szerintem. Jövök oda hozzáállni. Nem van a hangárban, és egy meg itt mellettem, egy citrom. Fájtalan, benne a hangárban. Megyek. Oda mész át. Jövök oda. Ott is vissza kell jönnöm sajna. Hát ebbe a házba itt előttem bemászott a gyerek. Az emberünk az megőrült. Jó. Az ott a társa. Igen. És akkor bent van még ebbe az hangárba? Hát innen kiszaladt egy. Hogy lehet, hogy itt már nincs több. Ráj, azt tudom mondani. Let's go. Valakit hallok közel. Valahol? Hát nem tudom, fingom sincs, mindenhol hallok mindenkit. Kívül van valaki. Ja, hát menjünk itt fel az emeletre, aztán. Pilák. Meg se. Vaj. Társ az egésznek a végén van. Narancspinen van a társad, azt 9-es csapat. Itt van még más is bent. Igen. Valahol a bal oldalt alulról lövöldözött, de nem látom. Van egy lovas a narancson. Nem tudok oda menni, mert kilőtt a kannát. Ja. Előttem lép lent. Meghal. Ott lent futsz. Ja, ja. Kívül is. Jókrat van. Ja, kívül bejön kettő. Alul. Kívül bejön kettő alul. Velem is vannak itt. Jövő. Nem, most rám is pussal egy csapat. És itt négy ember van sajna. És
Sűvök vagyok. Kívülről téged is nédelnek, vigyázz. Nőne. Bejöttek ide is. Valánk is. Ott nokkoltam amúgy a narancs pinen. Jó lenne, hogy kint ezek nem zaklatnának minket. Nem tudom, hol tudnak feljönni. Itt nálam. Sarokban. Hát... most már széded. Van. Ó, bal oldalt itt van meg közel narancson. Az Isten itt. Ez miért nem a társa ér megy? Vagy lehet... ja, ez lehet ez a társa. Igen. Ja, ez társa. Volt a társa. Ó, bakker. Nem siettál? No. Egy szobával bement odébb. Tehát balra egy, jobbra kettő. Nédedet a szembe átdabad a narancsra, az, azok meghalnak, mert pont ott vannak a lépcsőfordulóba. Én is csak úgy dobtam el random, azt szembe adta neki. A kiugrani. Hát ki tud, de szallott, ha kiugri. Ó, három is van, nagyon jó. Hát ott Johnny-znak még. Aha, ezek már jobbra kint vannak. Ja. Mennek, ülnek el, vagy mit csinálnak ezek? Ja, ez a kiugratta. Hát egy van balra benne, neked itt. A végén. Aha, ez egy másik duó már. Szép. Tehát előtted egy, még mögötted kettő, oké. Okay. Hány kinél tartasz? Hát négy. Inkább kettő van, még egy kell. Ez karra kifejelet. Bum! Nem akarnak jönni? Ja, csak karon nem jönne. Semmi. Ja, nincs semmi. Gyerekbe sincs. Ah, ott van, jobb. Ú, de szél. Very nice. Hát, rövid. Lehet rövid, ja. Mondjuk lehet így lett majdnem jó. Nos, út érte. Jó. Balra bennem. Nem, az csak halúzok. Very nice, hát akkor... hát akkor nincs. 7.30, most mondom neked, 7.30. Persze. Gyerekek, hát én izzadok itt, érted? Nem pedig mindig őket pussol. Hát amúgy itt van mellett. Mi volt kint? Hát én most nem hallottam. Hát ez a két duó, Matyi, az még itt van valahol. Nem tudom, hogy ez most kempelne. Körbe benne vannak, nem biztos, hogy kifutnak, de érdekes volt. Itt a... ah, de! Eladtad oson, igen. A jobbra vannak kint. Szerintem már benn van. Lehet, amúgy. Ahja. Meg nagyon akarnak téged. Hát azon nem újjon, Lili, iszok. Iszok. Persze. Hittem meg, hogy még azért iszunk. Meg valaki kocsikázik is, nem? Na, megjött a izé motoros szán is oda. Na most a legjobb alkalom újra hívni engem, látod? Igen. 8 vannak körülötted. Mi történik amúgy? Nem is értem. Ők nem fognak ott feljönni? Még ma? Mm. De hogy nem. Csak érni kell, Dóri, már jönnek is. Csak úgy? Nem nagyon. Olyi. Ez hogy lehetséges amúgy? Ah. Azt mond, azt hittem Dragunov. Ott van még. Isten. Dragunovos viszont ő. Ezt nem isztam úgy. Még mit iszok? Vizet? Csak a víz, srácok. Tényleg? Tábla kit akarja pont. Hát meg a üdítők. Hagyjatok már! Honnan jó vagy?
Köszi Joker, a második hónapot, köszi te magatást. Ami beakad be. De hát... Ja, de valakit ők nokkoltak is a bal alattad, az a csapat, az a motorosszán. Ja, most finiselik. Lehet észre. Mutja. Azt tudja. Ide bírják. Nem tudnak keringőzni. Ja? Kolonel. Ez egy dupla fej van? Hát az 9 golyót lőtt csak ki rá, tehát ilyen sokat nem gondolkodott. Nagyot rakott. Na jó, még egy utolsó hotrop belefér, hát ha itt ki lesz, mondjuk. Ja, most nem hiszem, hogy meg lett, sajnálom. Hát, valószínűsítem én se, hogy... Ja, hát amúgy meg lett volna, de valószínűleg már későn. 7.37. Ne, fél percek. 7.15-kor volt. Tudálva napkom. Is. 6.50. A víz nagyon erősíti a fenntartásokat, a nagy hajókat is, ez így van, a víz az ki van pattintva. El is a szervezetnek? Hát ja, a napi 3 liter ízet én is szerintem megiszom. Kajához szoktam néha kivenni az üdítőt, de ez csak akkor van, hogy elkezdek... Hát ez a 7 perc, ez nagyon... Ez a kicsit lehetetlen kategóriának érzem amúgy. Ugye mondom. Mert szerintem... Hát nem, ez holdroppal megvan, de hát ez csak akkor tényleg sokan jönnek ide amúgy, ha nem akkor... Trascsolni kell izomban, hogy lefájtold őket, de ha elhúzódik, akkor meg jel. Igen. Hát de azért... Ez is elég nagy hot drop volt, és... Hát, ja, de... Fájtoltunk, meg futottunk, de... Az a baj, hogy... Lassan. Meg hát én meghaltam, egyedül maradtál. Nyílt terep. Nyílt terepre kell ugrani konkrétan, hogy ne tudjam bujkálni. Jó, ez. Na nézzük, nyáron kell annyi. Hát 4-5 liter, hát de most attól függ, érted, lehet, hogy... Csak mondok valamit, lehet, hogy 120-130 kiló, érted, aki... Nagyobb testtömeggel rendelkezik, és sokkal többet kell inni. Ez a 7-es szám most? Meg attól függ, mennyit mozog, hol dolgozik. De sok mindentől függ. Most valaki otthon ül egész nap, és tegyük fel 50 kiló, ő azt, hogy nem fog 4-5 litert inni soha, meg sehogy. Vagy ha igen, akkor meg majd hamarosan kórházba fog kikötni, mert az igen, az sem egészséges, hogy túl sok vizet iszol. Na, még egyszer bevállaljuk, vagy legyen kesző? Mindegy, mert mind a kettő. Köszönöm, hogy nem voltunk. Legyen ez. Na, tehát azt akartam mondani, hogy általában hétvégente lemegyünk vidékre, ott szokott lenni üdítés, hogy üdítőt iszok kajához, akkor annyira bennem van az az érzés, hogy oké, a kajához cukrosat ittam, hogy amikor hazajövök, akkor néha nem kívánom a vizet, és akkor is cukrosat, üdítőt akarok inni, és ezt, hogyha relatív ugye nem veszem meg, akkor leszokok róla, és akkor jó a víz megint csak. Mostanában a hétvégén több ilyen üdítőt ittem, és annyira most azt kívánom, hát, de erre jól nem lesz szokni. Ez van, Misztik Csumi? Az a jó. Jövök oda citromhoz talán. Ajtó az a tetszik szembe. Várnak is az, igen. Célbegurulás. A berillel te vagy, mindenkit le kell kenni. Négy hit benne. Emeletni. Köszönjük lesznek. Mennyi kellett az emberbe? Van közeli. Nincs vesztem. Nekem is. Ja, de van vesz. Te. Látó. Látgat.
Még most is nem tudom. Gyönyörű. Peril nap? Mi történik? Rám fejelt egyet, meg jó, hogy pont találtam is isakot. 3 kill, neked? 1. Ja, futni oda. Szerencsére vannak még. Aha, ott jobbra ott píkent a gyerek narancson, ez egy másik. A másik házban rám lát, hát itt az, hogy itt szép vagyok, csak ide átfutni lesz necces. Világi egy a... Tehát itt volt mellettem bent jobbra, de... Hát, hogy ez talán nem tud rólam. Valamit dob itt ez a gyerek mellettem, csak nem tudom melyik irányba. Most húzza ki a négyet. Hát, az nem, a baj, füst... az emberünk az... Mi? Én szóval voltam, szemből füst, tartanak de... amúgy. Ja, az a szembeli gyerek a narancsból lőtt le. Oda kusszak hozzád, vagy mi legyen? Maradj. Ja. Ajjajjaj, necces lesz. Nincs hírom. Nekem van egy first hílem. Jó, akkor jó vagy. Hát még van három. Aztán mellettünk. Jaja. Jobbra van kint. Valahol egy... Erre még füstöt én is dobok. Jó. Az, hogy füstök szétmennek ide, jobbra bemehetünk, vagy vittem picit visszább. Ő is füstöl nekünk, nagyon jó. Most pékel, még mindig fent pékel az ablakba. Na jó van akkor. Ez a blúzon dobra aztán. Hát mondjuk az a baj, ez jobbra itt van közel nekünk. Nem ezek együtt vannak. Nem be. Tehát már egy tetszőzik rám fejeltem belőle. Hol lesz szárja? Ez a blúzon. Az... De na, honnan le... Ja, ez tetőn van kint. Basszus. Na, hát ez... Ja, ez most... Hát egyszerre kipikelünk és lelőjük kettőt, úgy se tud előni. Csak várjál még egy met, oh, izét ja. Betekerek. Na erre, készen állsz? Aha, meg. Go. Ja, értem. Ezek nem ott. Bal. Bal. Jó, most talán healelni fog. Most jobbra ki tudunk futni, gyere. Vigyázz, már jön megint. Ja. De menekül el. Ez jobb oldali, gyere. Ja, az fel akart futni mögénk, ja. Jó, akkor itt most kicsi nyugi van. Hát itt már szegény spanok. Szerintem lehet nem, szerintem rá. Ez a kempát, szimplán. Lehet amúgy. Lehet. Aló van, szerintem. Itt nekem jobb. Hát jó, ott jobbra, igen. Egy jobbra is volt be. De nem mondod. Jobbra, balra. Azt ezt hittem, ez egy szóló. Jobb, egy bal. No. Csak jobbra, nem balra. Ja, nem. Ja, azt tudtam, ja. Hogy balra van. Hm. Egy jobb, egy bal. Ez kettő volt. Ők kikempelték itt, amíg mi bevoltunk oda szorulva. De oké, hogy ők itt kempelnek, de még a másik gyerek az még ugyanúgy ott van fent, érted? Hát, ja. Arra sem néztek ki amúgy, de mi magyarok sem voltak. Mi zombi panda az magyar? Nem vágom. 12, 18. Na jó, még egy utcsó utáni belefér. Még egy utcsó. Az már tényleg az. Aj, ezt vágtam. Azt hittem ezek izé a háztetőssel van együtt, de nem, mert itt még kettő is volt, de én csak egyet hallottam, egész végig vágod. Hogy tudtak itt ketten itt osonni? Jó, én bebújok jobbra, te búj be balra! Hát ja, azt csináltam. Meg sem mozdult a kajak. Egész végig meg sem mozdult, csak az egyik szaladgál. Unlucky. Úgy látszik, ma weekendi napot tartunk. Igen, egy jó kis, hát megint, vagy Kessel? Menjen megint Kessel? Mehet megint a Kessel, mert amúgy jó volt. Az elején nagyot mentünk. Itt a közepén egy picit lelassult a sztori. Visszavágót akar a játék, igen, most megkapja amúgy. Egy idő nem lehet sprinteni ebben a játékben rendesen. Miért nem kapja el, vagy?
Na jó, van akkor. Tudtok valamit az állásról? Semmi infó nincsen róla, sajna. Ez majd csak pénteken fog... Sőt, nem is pénteken fog kiderülni, akkor fog véget érni, hát mire kiszámolják, meg megcsinálják a dolgokat, az... Hát ja, ez még egy hét legalább. Minimum, jó. Only Weekend van, igen. Only Erangelt akart a nép, és Only Weekendit kaptunk helyette. Szavaroli. Nem baj, csak legyen Only 7 kill is. Yes. Egy perc alatt, ja. Hát, elég, ha 6 perc alatt megvan, az is jó. Egy percet hagyunk ráadásnak. Instant egy fegyót felszerünk, aztán futi. Ez a tax. Meg remélem, jönnek jó sokan. Egy, kettő... Hát vannak meg én, igen. Három... Négy... Olyan sokat nem látok. Egy van, most nem olyan sokja. Arancsra próbálkozik az ember. Aha. Uh-huh. Bejön arancsra. Citrom, jobbos ajtó. Egy tetőre ugrott be. Társa az meg ugyanoda balra le. Very nice. Hát én nem gondoltam, erre, hogy... fölöttünk van még. És kívülről is jönnek nem, ránk. Nem, kívül jön. Fölöttünk is. Ja, nem, te vagy fölöttem. Semmi. Azt hittem, lent vagy velem. Hát nem voltam, de feljöttem rá. Hogy ezeknek volt fegyójuk. Ja, mind a kettő ott van. Ott húszokban áll. Azt hittem, ezek még csupasz pisztolyok, most esnek le. Szemben az ablakból elő a gyerek. Jó. Hú, de bekúsztam, atya világ. North Eastről jön kettő, South irányba a házba fere, egy. Hát emeletre fussunk fel. Legalábbis én, mert hílelek. Aztán itt letartatjuk őket. Be is tudsz jönni, amúgy van valam. Ja, jó, jó. Hát akkor dobjad. Van boostered, de már itt van. Fel tud jönni. Nincs sajnos. Feljön közöttem. Akkor. Dobok oda egy négyet. Ja. Alul van még a társa. Most ér oda középre. Dobtam. Vigyázz, kira. Nice. Vedd ki a Dragonovját. Hú, a gyereknek ízője ne, van. Vigyázz, vigyázz, vigyázz. Nekem megvan? Ja. Nem vesztem se, sokom semmi. Van egyes safti nálam, de gondolom, hogy keményebbre vár. Ilyen pillanatban van, nagyjából mindegy. Megadnék az, hogy voltak, nem tudom, hol vannak. Hoppá! Hát az egyik hátán biztos, hogy volt. De gondolom, ez jobbra elkúszott, nem? Oda kúszott ki? Hol a csodában van? Itt van, itt van, itt van, itt van. Ja, ott odáig elkúszott a világ végére. Jön a kívül. Melyik irány? A középen kívül. Jó, de laggol. Aha, ott van a... Egy hitet kapott a narancspinen. A másik meg full középen van bent. Az is két hitet kapott a narancson. Porta indul a 7 perc. Hát, az elejét. El van lőve a bal oldal is ismét. Ó, ezek a fájtok. Nem adja be a hegyit. Nem tudom, hogy akar a push. Valami van. Indultak? Igen. Yep. Befutok a kis szobába healelni. Így, csak nagyon szalad nálam. Tartom. Ja. Béke. Hogy nem? Szép. Jó,
hogy a másik is itt van bent. Atya világ, de megijedtem tőle. Hány kiled van, Dóri? 3. Nekem is 3, akkor egy kell még. Hát még van rá egy kis időnk. Még nem egy sok. Kis időnk van rá. Ja. Ilyenkor sok, de... a kérdés, hogy merre induljunk? Ja. Mellettünk van közelgő kisvárosba. Közben a challenge valamúgy szerintem jól állunk. Nagyon sok pontot kiszedtünk ma is. De narancspinem van izé kocsi. Azt alá tudunk menni. Tehát közt itt a subgiftet. Fröccsenésmentes sugár. Ki kapta? Martin! Bence Martin, itt vagy-e? Ó, azt a first aid, van first aid-ed? Van, 3, vietted nyugodtan. Elvettem. Na, hát most van 1 perc, 10 másodpercünk van még, ahogy az 3-0-0-át üt az óra jobbra lent, az a vége. Hogy jött a repülő, nézzük csak. Hát, hogy tudom én. Hát. Train station fel elmegyek, ott hát, ha lesz egy, berobbanunk, az egyet kell csak ölni. Szerintem... hogy hagyjuk csak... Ja, nem, nyomj csak, mehetünk bárhova, ahova tudunk. Tibi, szerintem ahogy elkezd számolni, onnantól számít a 7 perc. Ja, ment az első körtől, vagy hogy gondolod? Hát ja, hogy ez a kérdés, hogy onnantól számít a 7 perc. Hát instant, szerintem. Amíg repülőn vagy, ugye, addig nem tudsz szövöldözni meg semmi, de hát... hát az már szerintem ugyanúgy számolja. Lerakja a kört, akkor kezd el számolni, azt... vagy nem? Azt szedte vissza. Azt le kell vadászni. Hát, nem lesz meg időbe. Hát, ja. 5, 4, 3, 2, 1, most jár le. Tiek le, uhali-hali. Ugyes Dóri is bezony, jól nyomja. Jól nyomja. Nem eléggé, sajnos. Ne, pont jó ez így. Nem látom, hallom. Meg hát igazából, miért tőlünk tehetőleg többet beleadunk, aztán hát ugye nem tudjuk, hogy... very nice. Ugye nem tudjuk, hogy a többi partner, ugye, mi... hopp. Mi ez a homok? Vagy mi ez a vihar? Vagy mi ez a hang? A vihar. Itt lesz egy tornádó, azért van ilyen hang, mert még... nem tudom, nem furán fúj ez a szállidő. Vannak itt 8x-ek. Igen. Kocsi. Van. Na, neki van a pának. Kiszállt. Narancs, finom. Látok még rá. Még egy kocsi jön. Társa is most jön. Nice. Megállt, ahol mögöttünk. Nem melyik irányba mögöttünk? Hát vagy itt. A citrom. Ja, citromnál van. Very nice, let's go, say. Közben Zsófi94-nek is köszi a YouTube tagságot, Fröcsi, nagyon kedves vagy. Very nice. Nézzük, akkor így viszont jó vagyunk, a Dragunovval lehet vadászni. Van időnk rövöldözni. Ezek jól ide jöttek. Házhoz jöttek. Ja. A sikerekét kilőtte, mindegy, van másik autó. Na, itt van a tornádó, oké, megérkezett végül is. Jövök, érted? Hát, igazából hogy jól állunk, nagyon sokat ölünk, nagyon sok a Dragunov kill, sokszor megvan a hodropos 7 kill 7 perc alatt. Nem tudom elképzelni azt, hogy mi a top 10-ben ne legyünk benne, de hát láttunk már csodákat. Lehet, hogy a többi partner valami nagyon durvát csinál, nem tudom, mert van a PUBG partner Discordon egy szoba, ahová le kell adni egy olyan klipet, ahol elrangelen a súly előtt a színpadon táncolsz. Abban a szobában 9 üzenet van, ami azt jelenti, hogy 9 darab player csinálta meg azt a klipet és küldték be. Tehát ha érted, egy ilyen challenge-et csinálsz, a legkönnyebbet csak beküldöd. Tehát most nem hiszem, hogy ezt mindenki az utcsó napra tartogatná. Tehát én jelenleg 9 dúról tudok, akik fixen csinálják, azon kívül biztos csinálják még többen, de nem adták még le azt a részét. Tehát elég érdekes a sztori, de... mindegy, majd lesz valami. Na, vannak valam erre?
Hát citromon Sávas. Felment egy kocsi, de azok kocsiznak tovább. Hát mindjárt beszűkül a kör, aztán hát okosabbak leszünk, hogy merre tovább. Nem tétjál senki sehol, mint az egy gyanús kocsi volt. Igen. Na, pedig fájtolgatnak, mert vannak nokkok, meg mindenek. Kocsiza. Bar. Egy nokk van. Ajaj. Nokkos, ez felkerült. Beadja neki, basszus. Kiajolom. Hát szóval ez a kocsi könnyen robbanni fog, hogyha azt lövik. Meg át tud lőni alatt. Igen. Hát hílej be aztán. Kocsival még tovább mehetünk. Ja, hát azzal már nem. Tudod, a kő mögé menjünk rá. Így belejöttünk a szendvicsbe keményen, még egy csapat megérkezett fentről. Atya gatyi gyerekek. Jó, ez... Nem baj, jó volt Varsó Dragunov. Kill. Ja, meg jó, ezt is lekented. Ezt finisáltam, azt nem tudták belopni. Én azt hiszem, be akarják lopni, aztán igazából minket lőttek. Jó, kikentek a kocsiba. Amúgy valamiért nem értettem, tehát én átültem az ülésbe, és én is akartam lövöldözni, de nem tudom. Nem engedett píkén, aztán visszaültem a rendesülés, akkor nem indult el a kocsi. Nagyon furcsaság volt ezzel a Dacia-val. Persze, ez egy kis bug. Jaj. Hát jó van. De a sok drognoktól az valószínűleg nálad van, mert nálam nem volt egy sem. Ott kettő. Hát ez 20 pont, meg szerintem meg izét azt lekéstük tuti, 7 percet. Hát, ránézek, de nálad fog látszódni az, hogy 7-0 valami. Ja, 7. Annak kettő. Jó. Ja. Fárasztó. Nem baj, jó volt. Majdnap is farmoltunk egy kevés pontot, ja. Aztán... Hát majd holnap megy. És akkor holnap mikor tovább? 12? Holnap legkésőbb déltől, aha. Jó, akkor holnap, ahogy vagy, akkor nyomathatjuk, ja. Mert én ja, itthon leszek. Írok. Jó, oké, és köszi, jó, szép napot, jó legyen. Köszi, neked is, szia. Köszi, halé, szia. Na, hát srácok, ez volt itt a mai napi sztori. Öreg Dacia a kérszponzortőlük, aki helyett. Nem. Jó az a Kia nekem, jó az a Kia nekem. Na, nézzük, holnap mikor kezdek. Hát igazából én itthon leszek, nem akarom relatív lefárasztani magam, hogy addig szólózok, amíg Dóri nem jön meg. Tehát, hogy amikor Dóri hazaér, legkésőbb 12, akkor nyomatjuk. Hát ha hamarabb azért 11-kor is ír, akkor. De ja, valami ilyesmi a terv, hogy 11-12 körül kezdés. És utána szerintem én 4-5-ig tudjuk nyomni, mert utána hétvégén lesz egy relatív indokolatlan Fortnite verseny, amire meghívtak, ami szombaton meg vasárnapon 5 órától 8 óráig, és akkor arra a többiekkel megbeszéltük, hogy akkor majd nyomatunk egy kis gyakorlást, ami péntek délután per este lesz. Tehát igen, itt most eléggé sok program van. Nincs más opció, mint mindennek eleget tenni, minden meghívást elfogadni és nyomatni a versenyeket, tehát ez ahogy jön az értezés, hogy live, mert itt is lesznek. Na, szuper, köszi Lili. Na és akkor itt közben Kárimó kiváltotta a Steam profil aláírás, Discordon küld el a profilodat is, meg legyen nyilvános a megjegyzések, és akkor azt csinálom. Akkor Only Weekend, igen, az állásról nem tudunk semmit. Szerintem minden kérdésre válaszoltam, ha nem, akkor megírjatok Discordon, meg Instán, azokat beküldöm nektek a chatre. Hát a mai nap is elég sok pontot szedtünk, tehát szerintem ez itt teljesen jó. Közben igen, Mr. Jokernek köszöntöm a támogatásokat, azok megvoltak, Ragadozó is kiváltotta, te is küld el, Traki is kiváltotta, te is küld el, Léci. Yes, meg várod a válaszod, azt is majd nézem, majd igen. Jó. YouTube-on is köszi még egyszer itt Fröccsin és Önt és Sugárnak a YouTube tagságokat. Nagyon kedvesek vagytok, nagyon köszi mindenkinek itt a supportot. Na, én most lépek, legyetek jók, további szép napot nektek. Holnap 11-12 körül érkezem, és akkor folytatjuk. Peace.